Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, jó reggelt. Hello Jani! Sziasztok, hello, jó reggelt! Hello, srácok! Drága hallgatók, az utolsó kánikulai nap, már lehet, hogy az egész nyár alatt értendő ez a dolog, mert jaj, hogy, hát 40 fok lehet, hogy már nem lesz, mert jön az Armageddon. 39. Gyerekek, miket olvastam? Németországban állítólag brutál pusztítás jön ide, és jégeső, 100 kilométeres szél, tűzkár, vízkár, mensd az autót, mensd az asszonyt, mensd a gyereket. De ebben a sorrendben, tehát autó, asszony, gyerek. Autó, gyerek, asszony. Jó. Tehát így... Igen, nem biztos, hogy mindenre lesz idő, meg energia, de szerintem a gyerek is az autó abszolút indokolt. Kinek milyen fontos, de autó, gyerek, music center, DVD, Blu-ray lejátszó asszony. Te is gyere be egy kicsit a hidegről. Állítólag tényleg kemény lesz, hát inkább ijeszgessen a meteorológia, és inkább ijeszgessenek a meteorológusok, mint ne jelezzék, aztán nagy ramazúri legyen. Úgyhogy először nyugaton, aztán délután már keleten. Hűl majd az idő, 10 fok, forgó szél visz mindent. Nem, az már az Óza csodák csodája. Az egy másik történet. De abban egyébként maximálisan igazad van, hogy valamit csak kell, hogy jelentsen, hogy az ország gyakorlatilag összes nagyon jó három kivételével, harmadfokú riasztás van érvényben. Három megyében nem kell annyira félni, Győr, Moson, Sopron, Komárom, Esztergom és Veszprém, ahogy láttam. Ezek kevésbé vannak érintve, de ez a kevésbé az azt jelenti, hogy másodfokú figyelmeztetés. Az összes többiben harmadfokú piros. Igen. Mi kapunk, úgyhogy ma már elocsoljatok. Ma már nem kell locsolni. Igen, én még hülye módon nem állítottam le az öntözőmet, és reggel még bosszankodtam, meg kiléptem, és pont locsolt a rohadt életbe. De nem baj, majd most már holnaptól nem. Holnaptól nem locsolunk. Úgyhogy jön az eső, jön a vihar. És meddig marad ez az idő? Mert ez átsöpör Magyarország felett, Holnap már jó lesz, mínusz 10 fokkal lesz kevesebb, ami soknak tűnik, de nem, egyébként ugyanúgy 28-30 fok lesz hétvégén. 28-30 fok lesz hétvégén. De nem 40, meg 41, ami ma lesz mondjuk. Úgyhogy Bécs környékén már hétfő délután megdőltek a fák, ezt írja valaki. Onnan jön, nyugatról érkezik. Úgyhogy kíváncsi vagyok, mi lesz ebből tényleg. Bécsben hétfőn megdőlt, kedden hol volt akkor? Megállt a határnál. Megállt? Schengen, tudod. Nincsenek papírok, hoz egy-két menekültet. Motozás, testüveg. Átnézik, kiszállt egy-két menekült. És akkor most támogat. Elolvasták a plakátokat, hazamentek. Feketélik az ég alja, nézzétek meg. Hát, ha menekültek azok. Igen. Úgyhogy ez lesz. Így van. A Velencei-tavon is figyeljetek oda rá, hogy Matula bácsi óta tudjuk, ha megdől a nád, akkor iszkiri baj van. Akkor nem szabad vízen lenni. Nem is látod. És most, hogy 10 fokkal kevesebb lesz, most, hogy már nem lesz 38, csak 28, így a BKK és a BKV elindítja a klímás buszokat, gyerekek. Így van. Hadrendbe állítja őket. Hál' Istennek végre. De mérges voltam tegnap. Én nem járok BKV-val, nem nekem kéne ezzel áborognom, de nagyon-nagyon mérges voltam. Nagyon. Akarok majd erről beszélni, mert ez nonsens, amit csinálnak szerintem. Úgyhogy erről mindenképpen beszélünk a mai adásban. Jó. És aztán kiadtak egy közleményt, hogy akkora terelés, hogy az, ami elképesztő, hogy a hőségriadónál minél többet állítanak, és mindent megtesznek az utasokért, de nem válaszolnak a kérdésekre egyébként, hogy eddig miért nem állították be a klímás buszokat. Elmondom neked, nekem teóriám van. Hát nagyon egyszerű az de kíváncsiak a teóriádra. Mert 40 fokot hűteni, az nagyon nehéz, tudod? Aha. És mikor kijön a 28 fok. Az könnyebb. Azt hopp, azt leviszed 25-re. Csak aha. Az a baj, azt mondták, hogy a hőségriadónál állítják be a buszokat. Na most már nem lesz hőségriadó, eddig viszont nem állították be. Tehát az egész egy akkora bazi nagy ellentmondás, és akkora büdös nagy kamu, és megint az embereket kísérleteznek, megint azok szívják meg, akik egyébként megveszik a bérletet. Na mindegy, én ezzel nagyon föl tudom húzni magam, és annak ellenére, hogy én autóval járok, én utálom, ha az embereken adom. Kísérleteznek, adom. És azt nem, és az alapszolgáltatást nem adják meg, hogy 40 fokban egyébként egy 50 fokos buszon terhesen, gyerekkel, öregen, idősen, ne álljújjál el, és bent pihentetik a garázsba a rohadt klímás buszaikat azért, hogy spóroljanak. Hát ne rajtam, vagy ne így. Ne, igen, ne rajtam. Vagy ne rajtatok, vagy ne azon, aki BKV-val megy. Úgyhogy ez szerintem felháborító.
az, háborogják később rajta. Akkor... háborogni fogok, bár nem helyes. Járok BKV-val, háborogjon igazán az, aki tényleg azzal jár, de szívesen beállok mellé, szívesen elmondom, hogy mit gondolok erről az ügyről. Egyébként. Kisaltatás. Nagyon jó. Én ennél sokkal jobb hírt hoztam ám. Na. Vagy akarsz még erről beszélni? Nem, majd később. Azt mondta, hogy később. Most megint azért nem is szólok hozzá. Látom, hogy nagyon oda vagy. Ezen mindig felhúzom magam, de mondj valami. Ha lesz egy nap szabadod, nem fogsz forgatni, az akkor jövő hétfő. Szeretettel várlak benneteket, ugyanis új divat van a velencei tó körül. Na mi? Tegnap délután, ne húzd, nagyon jó, tényleg. Nem a sztorira, a jövő hét, a hét szabad napomra gondoltam, hogy jövő hét. Majd biztosra fog menni. A sztorira előre húzom a számat a vasárnapra. A hétfőre gondoltam, az első szabad napom a hétfő. Új divat van, tegnap délután a 40 fokban, mondom, nyomok egy bringás tókört legjobb időben. Az van, hogy most a kerékpárosok nagy többsége tangabugyiban teker. Ez is már jó. Azt képzeljétek el. Feri ezt a divatot, ami érdekel. Jó, nem megyünk nem soha hozzátok. Nem úgy, nem ti. Hát életemben nem mentem még ilyen lassú tókört. Életemben. Elkezdtem tekerni, mondom, jó idő van. És egyszer csak ott áll előtte. Így áll, azonnal behúztam a féket, mondom, 40 fok, nem bízd gyorsabban, Ferko, ne menjél gyorsan, meleg van. Lassíts, takard el a gyerek szemét! Ja, várj, a Ferko, az te voltál, vagy akit láttál tangabugyiban? Ferko, ne menjél gyorsan, nagyon jó vagy úr! Tapsokát, Ferko, támadok! Én voltam, így szólítottam magam, hogy Ferko, figyelj! Ha megőrülsz, mert mindenkinek most ez a divat, hogy tangában tekernek. Fürdőruhában tekernek a nők. Szörnyű. Tehát nagyon balesetveszélyes, csak azért hoztam. Tehát, hogy ne. Eltakartad a gyerek szemét? Nem, egyedül voltam. Ja. A vicc, a gyerekek strandon voltak, mondom, én meg akkor megyek egy tókört, jó melegbe. Hát mondom, majdnem 2 óra volt, ami egyébként egy szokott lenni, mert így megállsz, beállsz a sorba, hova is rohannál, meleg van, megsüti a fejed a nap. Fia, olyan sügek vannak, hogy tehát hétfőn délután mit csinálunk? Közös bringázás. Megyek bringázni. Egyébként terveztem, hogy a szabad napon elviszem a gyereket, végre nem lesz 40 fok bringázni, hát akkor fölrakom csomagtartósú, meg egy kört. Nagyon szép. Nagyon várom, majd bringázhassak vele, mert 2 hete be vagyok zárva. Itt ott meg lehet állni egy jó ízére. Nagyon jó. Ott már jönnek ki a tóból a... Hát lehet, hogy vénkéjenc vagyok, mondjátok vagy rám, az. Igen, az vagyok. Nem vagy az. Figyelj, mi is azok vagyok, miért mondtam? Megőrülsz. Mondjuk biztos, hogy nagyon kényelmetlen, de ez bennünket nem zavar, férfiakat. A sportások mind belassítottak. Azt láttad, hogy mindenki áll be sorba. Hát és ugye, ahogy mondtad, egyik nem túl komfortos a kerékpározáshoz, ezért kiállnak a nyerekből, hogy kíméljék. Köszönjük szépen, ez még egy picit hamatortán. Na jó, van, ezt hétfőn megnézzük, hétfőn tervezek arra felé tekerni, menni egy kört, mert nálunk, amire élek, ott nem lehet annyira hegyen völgyön lakunk, hogy nem lehet normálisan bringázni, egy egyenes terep kell nekünk, és gondoltam ez rá, hogy megyek egy kört. Csak ne tényleg koldukáltá váljon ez a divat, tehát minden. Elkezdem én hétfőn. Jó ötlet. Jó, hozok egy spárga tangát, fölkapom, aztán nézzük meg. Lehet, hogy utána meg csajok fognak jönni. Akkor teker felé, nehogy mögé kerülj. Lehet, hogy utána megjön majd 6 nő, hát megnézzük. Na, egy kicsit változtattunk a műsorrenden, drága hallgatók, és ez azt jelenti, hogy 6 óra előtt ugye nem hallottátok a nap legjobb pillanatait, már mint a tegnapi nap legjobb pillanatait. 9-kor szólalunk meg. Így van. Viszont azért nem hallottátok, mert most fogjátok hallani, mert rájöttünk, hogy 6 előtt még kevesebben hallgatnak minket, 6 után viszont az SMS-ekből és kiderül is a visszajelzésekből is azt kaptuk, hogy sokkal többen csatlakoznak hozzánk, és ezért arra gondoltunk, hogy 6 után fogjuk megmutatni a tegnapi nap legjobb pillanatait, mindig 6 óra után beköszönünk, elmondjuk, hogy mi van velünk, kivel mi történt, majd megmutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk tegnap. Aztán jövünk vissza, olvasunk SMS-eket és játékra buzdítunk mindenkit, ez egy pici változtatás, de szerintünk szeretni fogjátok. Úgyhogy mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait, méghozzá azt a pillanatot, amikor ugye így hát lerohantuk a Belizi rádiót Facebook lájkokkal, majd pedig tegnap a seregünk miután betört, portyázott, rabolt és elhozott mindent, ami elhozható a Belizi rádióból, visszavonulót fújt, és a hadügyminiszter, a belügyminiszter és a miniszterelnök visszarendelte a csapatokat. Aha. Nem volt teljesen zöggenőmentes a visszavonulás. Hát viszonylag önállóan mozognak a csapatok, és egyelőre nem minden ez jutott el a hír, hogy vissza kell vonulni, mert jelenleg 4312 emberünk mindig ott van. Ajajajaj. De majd idővel. Tegnap ugye jöttek az SMS-ek egyes hallgatóktól, kicsit néha kioktató stílusban is, hogy gyerekek, hát nincsen mindenki ott a gép előtt. Na, hát most már ez kezd megdőlni, mert hogy még mindig ott vannak 4300-an. Szóval a seregeink picit renitensek, vannak dezertőrök, de megpróbáltuk tegnap visszavonulásra bírni őket, hogy lerohantuk a Belizi rádiót, most pedig jöjjünk vissza, és aztán majd megy a levél. De hát nem sikerült újra visszavonulásra, hogy terveztük. Ezeket a pillanatokat megmutatjuk, aztán jövünk vissza még a hírek előtt. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en.
Fél hét múlt pontosan. Egy perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Ha, de jók voltunk tegnap is. Gyerekek, meghallgattuk magunkat, és nagyon örültünk magunknak. Rögtön megnézzük majd a reggeli műsort, hogy milyen a logó. Itt már többen írják, de nem akarom előni. Úgyhogy megnézzük, hogy mit csináltak. Átváltoztatták, levették, megnézték. Ugyanúgy hagyták, és ugyanazt a logót használják. Megnézzük, és kiderítjük, hogy mi a helyzet. Ugye ők tegnap utánunk jöttek, délután 2-kor kezdték a reggeli műsorukat, az időeltolódás miatt, úgyhogy megnézzük, hogy változtattak-e valamit. És aki hallgatta a műsorukat, az is írjon, hogy mondták-e, hogy bocsánat. Igen. Bocsánat. Aztán mondtuk, hogy hallgassátok. Hát de valaki önszorgalomból. Hát vagy a roham közben, ahogy visszavonul, igen, még bekapcsolta, hiszen ott volt Belizben, és ugye hát ott lehet, hogy kihangosítva szól mindenhol a Belizi Sugar Morning Show, és hát lehet, hogy a roham közben, vagy a visszavonulás közben ezt hallgatta. Na, hogy állunk játékkal? Mi a helyzet? Hát 2-0. Ajajajajaj. És oda. Igen. Sajnos. Nem örülök. Van még 3 nap visszahozható. Jó, meg a 7-es átlagot hadd ne mondjam el megint. Azt ne. Aha. De most hadd érezzék, hogy kicsit nyerekben vannak. Nem mondd el, hogy állunk. Értem, most nyertük meg a belizi háborút, most nyertük meg. Tehát én is értem, hogy egy csatát bukunk, vagy sem, mert fekete felé élem, hagyjál. Úgy könnyű bennünket legyőzni, hogy közben más frontvonalakat nyitottunk, és most a beliziekkel küzdünk, közben még a saját hallgatóink is bennünket rugdalnak, és legyőznek bennünket fekete felé élemben. Éppen készülünk gyarmatosítani egy országot, most éppen visszavonulunk, békeadjuk őket. Erre mikor győznek? Hát persze, ők is beszivárogtak. Most hadvigyék. Most elvihetik, igen. Na megnézzük majd, hogy mi lett a logóval és mit csináltak. Jó, mennyit változtattak-e, vagy ugyanúgy szemtelenül használják, akkor ma viszont akkor durrantjuk a rakéták. Ha nincs változás. Lehet jelentkezni játékra, ha valaki játszana velünk, jó, és az SMS számunkat tudjátok, úgyhogy írjatok SMS-t, és próbáljátok legyőzni bennünket. Azt mondja, hogy nézzünk gyorsan egy-két közlekedési hírt, mi a helyzet az utakon. Minden rendben az M3-ason, a 112-es kilométerig tudom írni, odáig minden rendben. Azt mondja, hogy -10 fokkal lesz kevesebb, az a +10 fok kiküldte nekünk, ezt nem teljesen értem. Lehet, hogy arra reagált, hogy én mondtam, hogy -10 fokkal lesz kevesebb. De te normálisan nem, -40, -10, így van. Gyalogos az M0-áson, mindenki vigyázzon, az M6-os lehajtójánál pont a jobbos kanyar van, nagyon veszélyes. Ez 6 óra 7 perckor volt, és van egy trafink az M7-esen Budapest felé, Tücsi küldte nekünk a 98-as kilométernél. Na, ha van friss közlekedés híretek, küldjetek, mi pedig jövünk Ákos híre után. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel jó reggelt mindenkinek. M7-es Balcsi felé torlódik Érd-Tárnok között. Baleset van egészen pontosan emiatt. A 20-as kilométernél több kilométer hosszú autósor van. Próbálom azt megnézni, hogy hol van. A 23-as kilométer előtt van a torlódás. Kiégett kamiont szednek össze. És emiatt van hatalmas dugó az M7-esen Balaton felé, úgyhogy próbáljatok valamerre kerülni. Eger kivezetőjén Karambol egy sáv járható, csak ez is most jött, és 46-os főúton Mezőtúr előtt körülbelül a 12-es, körülbelül 12 kilométerrel kamion áll az út szélén, defektet kapott gumi az úton. Mindenki figyeljen. Jó a műsor, KSP küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, 2-0 oda? Aha. Ja. Nagy a baj. Nem baj. Harcoltunk. Ezen a héten harcoltunk, ez most így alakult. Mindegy. De még hozható, hát meg ne adjuk oda. Persze, de hát azért érted. Végsősorban mi nyerjük a háborút. Az is igaz. Na, megnézzük ki a 7. játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Hello, hogy hívnak, Laci? Ja, hát, Laci, kitalálta. Laci, jó, Lacinak, csak nem Laci. Honnan hívtál minket, Laci? Nyírbátorból. Jaj, de szép hely. Ott laksz? Nem, én Nyíregyházán lakok, csak kamionozok, és most itt járok. És most ott jártál, éppen szállítasz valamit. Nyilván. Így van. Kivel szeretnél játszani?
Ferit választom. Ferivel. Nagyon jó. Feri játék szűz még ezen a héten. Úgyhogy nem játszott. Éppen azért, hogy menjen el rajta a hét. Jó választás. Ezenek a szűzek. Igen. Hát a hét nem biztos, hogy elmegy rajta, vagy reméljük, hogy nem. Jani. 3, 2, 1 van. Fejör. Légkondis a kamion? Az, Feri, kérlek szépen. Hallottad a reggeli kamion kiégést? Az M7-esen? A reggeli kamion kiégés. Fölgyúlt a rakomány. Elkerült a figyelmem. Mi történhet ilyenkor? Túl meleszik a fék. A fék? Akár elképzelhető természetesen. És attól, hogy fölkúszik a meleg a raktérbe? Hát szerinted... Neked volt már ilyen bajod? Ez fizika, kérlek szépen. Nekem volt ilyen bajom? Na várjál, erre. Hogy lehet válaszolni? Raszkósan. Volt. Akkor hazudnék, ha azt mondanám. Akarsz kérdezni, Laci? Szeretnék. Mi az oka ennek a... hogy 6 óra előtt elmaradt a tegnapi nap legjobb pillanata? Ázánya úr is, egy pontentókra válaszolni, lejárt az idő. A kutyafáját. Lejárt az idő. Szép volt, Laci. Jó voltál, Lackó. Nekem tetszett, ez fizika, kérlek szépen. Fizika, hülye gyerek, nem érted? Megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, Laci. Meg. Istenem. Szerike, amúgy azért választottalak téged, mert te hangsúlyozod, hogy mennyire elhúztatok, ezért gondoltam, hogy mennyire rajta a hét akkor. Aha, nagy vagy. Én bírom, ha valaki így arcoskodik. Így is van. Hát és be is jött. Mennyi? 21, 4 most? Vagy de vagyok jó. Heti átlagban jók vagyunk. Jó, de viszont a hetet megnyertétek, úgyhogy megvan az ajándékcsomag, sőt, mi több egy nyertes hetet tudhatsz magadnak, és az előző két hallgatónak, hogy megvertetek bennünket, és ezt mi mindig elismerjük, hogy így van. Ami szép, az szép, de hát seregeink Belizben voltak, úgyhogy nem tudtunk egészen ide koncentrálni. Most egy picit megosztottak. Én visszahívtam tegnap magam, tehát. Több fronton harcoltunk. Ami szép, az szép, és ami szép, az a hetes átlag, amit ugye hozunk. De még az év azért még ezt van az év. Persze. De nem akarjuk mi elrontani az örömödet, úgyhogy küldjük az ajándékcsomagot, jó? Köszönöm szépen. Köszi, megérdemel. Ciao. Hello. Hát gyerekek, ezt jelenlőre 3-0. Hát igen. Rózsás. Nagyon a hőség miatt van. Tudjuk annak. Így van, persze. Tudjuk be a hőségnek. Jó. Na most jó van, akkor na. Mi van? Na jó, és akkor most mi van, na? Most dumáljatok, na? Malom. Hát ez van. Mennyi van? 16, 8, 16, 5. Ne. Ne is mondjam. Feri pontosan. Aha, 16, 3. Ne, hogy 21, 4. Jó, ne, most tényleg ne tépjük 21, fel. 4. Ne tépjük fel azokat a sebeket, azokat a friss sebeket. Mert ugye múlt hetet is elbuktátok. Mondom, 21-4, tehát azért nagy veszély nincs. Nincsen. Na jól van. Oké, hát holnap is lesz, és még holnap után is játék, úgyhogy még szépíthetünk, gyerekek, szépíthetünk. Persze. Simán beleférünk. Majdnem. De majd ott lesz a jövét, amit majd behúzunk. Majdnem. Aztán a következő? Majdnem. És aztán szépen elkezdjük az egészet elveszteni. Na, lehajtónál a Balatonon, a Tárnoki lehajtónál van a baleset, több kilométeres a sor, mindenki kerüljön, meneküljön a hetesre, vagy ahova tud, mert hatalmas nagy dugó van. Úgyhogy vigyázzatok. A 30-es úton a Csintó étteremnél KPM ellenőrzés van, ezt Hanci küldte nekünk, köszönjük szépen, és... Ega az Eger kivezetőjénél karambol van, hogy melyik irányban azt nem tudom, viszont ott is van egy kicsi dugó. Na, ideje már, hogy kifújjuk az orrotokat, Kazi. Küldte nekünk, köszönjük. Köszönjük szépen. Most kifújtátok. Most ki, megcsináltatok. Egyébként, ha már a közlekedési információk szóba jöttek, ugye ütemszerűen, akkor el kell mondanom, hogy az a Waze nevű app, amit a hallgatók ajánlottak, hogy töltsem le, mert hogy egész jó, meg megbízható, meg szeretik, úgy tűnik, hogy működik. Aha, folyamatosan. A BKV-n is nézed a Waze-t? Folyamatosan ellenőrzem. Hát most egyszer-kétszer tudtam menni autóval is, és meg amikor a hírekben hallok, illetve SMS-be elküldik a hallgatók, hogy itt ott baleset van, akkor megnézem rögtön a Waze-n, és ott is van. Tehát jelzik rajta. Az jó, de sokan írták, hogy ez tényleg jó. Így. Használjátok. Jó, de hát sokan mondanak jó dolgokat. Sokan. Sok dologról, aztán kiderül, hogy mégse. Igen. 4 perc van pontosan 7 óra. Jövünk Ákos híre után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred.
A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 7 óra múlt 9 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello Feri, hello Jani, hello! Drága hallgatók, Armageddon, kérem szépen, hát megnézzük ma mi lesz ebből. Mindenki vigyázzon a gyerekre, az autóra, az asszonyra, a virágra, a muskátlira, a fákra, az ültetett virágokra, mindenre, mert állítólag ma megnézhetjük, hogy mit kapunk. Belenézhetünk a vihar szemébe. A vihar szemébe nézünk ma, és rengeteg helyen narancssárga riasztás van, és jön a 10 fokos lehűlés, 40 fok helyett csak 30. Bizony, a rengeteg hely az azt jelenti, hogy 3 egyébként, mert több ilyen piros van. A több ilyen piros van, így van, úgyhogy mindenki vigyázzon. Nagy az vihar lesz délután. Az azt, hogy ráfektetem a kocsira. Hogy az jó, felfogja a jeget. Jeget, őt védjem valamivel, vagy ők kibírják. Fogsz még egy porrat, egy kis viszkit töltesz bele, ki a, így van. Mutod a kezedet. Tartsad, drágám. Tele vagy jéggel, rányomsz egy kis viszkit, rumot, meg is vagy. Jó. Igen, hát állítólag jégeső is lesz, és ilyenkor mindenki próbálja menekíteni az autóját. Hát kérdezik, hogy hova lehet ilyenkor állni, nem tudunk okosat mondani. Szőnyeget rá, régi jól bevált módszer. Jó, saját tapasztalatból mondom, hogyha nincsen saját garázs, meg nincsenek környezetedben fák, egyébként viharban fa alá amúgy se nagyon érdemes, mert letörik róla egy ágazat, nagyobb kárt okozol vele, mint amennyi védelmet nyújtasz az autónak, úgyhogy szőnyeg. Régi szőnyeg. Hát azért nagy bajban lennék, ha most ki kéne tennem egy régi szőnyeget, mert azért az nem minden állszartásban, vagy hát legalábbis nálunk nincs régi szőnyeg. Mert ami van, az lent van a padlón, úgy összetekerve azért nem nagyon tartunk régi szőnyeget. Nektek van régi szőnyeg összetekerve? Igen, ha jó, tudod, a rutinos lakótelepi autótulajdonosok azok mindig rendelkeznek a ritkálátok azért már ilyen. Ritkálátok már azért szőnyeggel leborított autót viharban, de rakod? Ma kirakod? Szőnyeg lesz? Most már egy kocsi beálló, igen, úgyhogy most már ezt megnéztem volna, arról kértem volna egy fotót. Korábban egyébként, igen. És a tapasztalat mondatja belőle, mert egyszerre nagyon-nagyon csúnyán elvert a jég a kis altónkat. Kis Suzuki altónk volt. Az altó az úgy ajtó, mint a Norbinak a joghurt, vagy altó. Altó. Tehát nem autó, hanem altó. Altó. Ja, altó. Ez a márka neve. Jó, mert másnak ugye hát nem igen, mindenki. Egyébként Artó. Becsukduk az altót, aztán kinyílt az altó. Szóval, hogy a kis altót elvert a jég. Hát nem, igen, sokan járnak lovagolni, mondta Norbi. Robagolni? Nem, lovagolni. Igen, na úgyhogy vigyázzatok, jó, mert jön az eső, először ott a nyugati ország részt éri majd el, és aztán szépen közelít, majd elvonul kelet felé. Meglátjuk, mi lesz belőle. Remélem, egy kicsit élekül az idő. Jó volt ez a kis Michael Jackson. Jó, nagyon jó, egy jó kis beat it, az mindig jó. Ennek kapcsán eszébe jutott ugye Péter Bence, aki nemrégiben volt itt a vendégünk a stúdióban, aki ugye pianínon ad elő Michael Jackson klasszikusokat. Most a Bad Nella azt mondja, hogy egyébként percről percre növekszik, 1.164.519-es nézettségnél tart, és folyamatosan nő. Szerintem egyébként ez a Michael Jackson hatalmas zicser, úgyhogy én javasolnám, hogy legyen Michael Jackson triolán is, ha értitek, mire célzok. Bizony, mert jó bedet azért. Az 1 millió, nem valami 10 milliót mondott? Nem. 1 millió 100 ezer van most. De mondott valamire 8 milliót is. Aha, nem a lényeget hallottad meg. Annyira volt bent. Igen, nem a lényeget hallottad meg, hogy mennyien nézték meg őt, hanem hogy téged, ha triolán bedet játszasz, igen, mennyien néznek. Ügyesen tereltél, nagyon ügyes, de nem. Nem, a lényeg most az, hogy bedet triolán. Ja, bedet triolán. Screamer triolán. Billie Jean triolán. Beat it a triolán. Na? Hát, gyerekek, még így is azért a István a királyal is volt. Uh-huh. Vagyok Skype-on, Laci. De ez a biztosabb. Tehát jó, hogy itt írogat, de hogy ott vagyok. Szeret, szóval, egyszerű, mint hogy bejössz és kitéped a kezembe. És most ráérne egyébként egy papír, hogy menj fel a Skype-ra. Igen, tehát hogy van egy üzenő fölött, azon is kipe. Följössz és akkor oda beírsz. Na, oké, szóval akkor melyik lesz, amit el fogsz játszani triolán? És semmit nem játszom amivel triolán. Több milliós nézettséget és live számot fogunk elérni, hogy aztán fürödjünk abban a pénzben, amit a YouTube küld. Nincs triolája most, de az van. A baj. Nincsen triolája, elvitte a kislány, aki behozta a triolát. Nem, nem, ott van bent a fiókomban. Tényleg? Kibulisztat, hogy hagyja itt? Persze. Hát most egyelőre valami kis grófódalt kell megtanulnom, nem az volt? Az is jó, de akkor már nagyon sok felé osztodik majd a... Túl sok felé osztodik már olyankor a jogdíj. Ott már a fásival is felezni kell. Nem, már tőle elvették gyerekek, hát már átbeszéltük, a fásinál már nincs jog. Már nincs. Csak egy kicsi. Csak egy nagyon pici. Azt hiszem, egy negyed jog van nálam. Mégse ő írta.
Mégse ő írta, hiszen az egy népdal. Igen. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak a hallgatóink, ez a legfontosabb. Azt mondja, hogy Győr Árkád felüljáró elesett, üdvözlöm a főnököt, fél órát kések. Mondhatok bármit, Jacko fenomenális volt, ezt Zozó hát küldte ezt mondtuk? Nekünk, ezt mondtuk, így van. M3-as, 53-as kilométernél két darab őszike sétálgat a szalagkorláton belül, a víz elvezető árok mellett, rögtön óvatosan menjen mindenki, 24 órás futár Pisti küldte nekünk, aztán az M7-es beállt, mint a Gerej, a 20-asnál Fehérvár felé, igen, ezt többször mondtuk, hogy ott van egy nagy baleset. Iván küldte nekünk. Feri fel a fejjel, de szerintem a játékos kimondta, észre is vette, így nincs értelme szurkolni nektek. Abba hagytam, mindegy, végül is 21 hetet így is megnyertetek. Sok sikert a játékhoz a jövőben nektek. Többet nem jelentkezek be. A jövőben nem érdekel az igen. Ő neki mi a baja? Picit felhúzta magát, vagy rosszul aludt. Egyébként visszahallgattuk, nem mondta ki a játékos, tehát ne húzd föl magad úgy, hogy még csak nincs is oka annak, így hogy van. Mérges legyél. Maradj nyugodtan velünk. Maradj velünk és drukkolj. És igyál céklalevet, most olvastam, hogy a nitrát tartalma miatt, hogy csökkenti a vérnyomást. Így van, és egy kicsi magnézium az mindig jó az izmoknak, a szellemnek, az agynak, az idegeknek, mindennek. Pehértek, hogy elkészült az ürömi körforgalom, azáltal, hogy reggelente gyorsan bejutok a városba, kevesebbet hallgatlak titeket. Dani küldte nekünk, aztán Balima Federer Simons, mondj rá valamit. Ez egy mérkőzés lesz. Így van. De így van. Én ezt tudnám így mondani. Valószínűleg pályán játszák ütővel és labdával. Bizony. Lesznek kis apró gyerekek, akik ide-oda rohangálnak, amikor véletlenül beleakadott középen abba a vacakba. Ennyi. A labda. Egy ilyen magaslaton ül egy csávó, aki jobbra-balra nézeget, és tömegek nagyon fogják szépen, végig. Nagyon szépen, és Federer is egy nagyon korrekt, kulturált sportember. Balázs nagyon szerette, emiatt a mi szívünk is nagyon közel áll, és Feri is, és én is nagyon szeretünk volna a gyerekünkben a Simpsont. Jó. Én emzés voltam egyébként is. Tézés. Vagy jávás. Tézés volt. Jó, én cetkás. Tollat, papír, diktálok. Felírom. Aha. Felírom, most visszakérdezzük pénteken. Simon Federer. Aha. Mi van? Pospisil Möri. Várjál aha. Már. Simon Federer. Itt a Federer. A Möri veri a Pospisil. Pospisil Zaglóba. Pospisil. A Djokovic veri a Csillicset szerintem. Joko. Gászké Vavrinka. Ó, gyerekek, nagy Csillics, csével írják? Mind a elején. Csillics, mint cici, csak Csillics. Csillics. Keverd a. Igen, és mióta a negyedik? Vavrinka, Gászké. Hát, gyerekek. Gászké, gyerek, ez ügyes egyébként. Ha. Ügyes. És szép a fonákja is, de Vavrinkának még szebb. Mind a ketten egykezes fonákot ütnek. Gászké. Ja, ké, nincs zé a végén. Aha. Vavrinka, jó? Vavrinka, jó. Tehát a négy nagy. Federer. Esetleg egy valakinél becsúszik, ha Murraynek rossz napja van, kikaphat, de szerintem Roger, Djoko és Wawrinka hozza a kötelezőt. Jó? Ne, jó van. Ámen. Mikor azt lesz ennek a szép a fonákja, Feri? Szép a fonákja, kiek? A közepén valamelyik. Mikor lesz ennek a négyes szetnek vége? Ez nem négy szet. Hát már négyes, úgy, ez egy szet. Ennyien játszanak egyszer? Több pálya van, Feri. Fú, de merő. Ezek megint az angolok. Ezek ott Wimbledonban értenek a bonyolításhoz. Basszus, azért több pályájuk van, érted? Marha sok ember kimész, a rohadt világítás, meg nem tudják fölkapcsolni. Na menjenek már ezek. Spórolnak. Aha, jó. Spórolnak. Mint a... Nem világítanak, nem tesznek ki reklámtáblát. Ilyenek ezek a snob angolok, gyerekek. Aha. Csak fehérben lehet játszani, és nem lehet zabálni közben. Szörnyűek. Federer egy Djokovicra felírtam. Olyanok, mint a BKK. Igen. Na de majd erről később. Már csak figyeljétek! Olyat kaptok, hogy a fal adja a másikat! Mi lehet a legdurvább munka ilyen melegben, azon gondolom? Ilyen melegben? Mi az, ami a legnagyobb szívás? A martinászok, igen. Amikor ilyen meleg van, mert tehát szerintem nincs ember, aki ezt nem sínyli meg, bárhol dolgozol tényleg köz alkalmazottként, köztisztviselőként, nincs klíma az épületben, az utcán, aluljáróban, tömegközlekedésen, vonaton, mindenhol baromi meleg van. Mi a legnagyobb szívás? Ebben a témában a legfrissebb élményem az a pékség, ahova reggelenként szoktam bemenni kávézni, és itt van lent az aluljáróba. Bemegyek, és akkor látom, hogy hátul sütik helyben frissen a különböző termékeket. Na most az a hőmennyiség, ami árad ezekből a modern sütőberendezésekből, szerintem ott nem nagyon van, illetve ha van, kint a térben, a vevőtérben van, de egyébként bent, akárhányszor kijön valaki, azon az ajtón olyan irgalmatlan meleg árad ki, hogy ez valami hihetetlen, és ez még nem is egy hagyományos pékség. Most egy hagyományos pékségben ott konkrétan leolvad rólad minden. Figyelj, nem lehet, nincs olyan légkondicionáló, ami egy konyhát lehűt, vagy csak nagyon-nagyon sok. Talán annyi van, hogy legalább, ha bent vagy, zárt térben,
ugyan meleg van, de nem süt a nap, tehát konkrétan nem érzed azt. Szerintem a szabadtéri munkavégzésnél nincs rosszabb, tehát hogy amikor a fejedet süti a nap, és... Hát az a legdurvább, amikor például szóval valamilyen meleg anyaggal, az se gyenge, amikor mondjuk betonozol, vagy pedig valamilyen hát hasonló jellegű munkát végzel, de most gondolod például, hogy az aszfalt azok mit élnek át. Brutál lehet. Én mindig ilyen borzatájjal vegyes tisztelettel figyelem őket, amikor kint dolgozom. Nem szeretem a frissen szórt aszfalt illatát, én nagyon bírom azt az illatot, sokan rosszul vannak tőle, imádom. Mit szeretem? Én nagyon szeretem. Hát, de mi? Nem tudom, szeretem. Jó, ahogy mint a benzinnek az illatát. Az igen. Jó. A kerozinnak az illatát, az aszfalt illatát. Vannak illatok, szagok, amiket én kedvelek. Hát, ha még annyit éltél volna a földút mellett, mint én. Hát igen, lehet, hogyha minden nap ott lennék, és egy aszfalt gőzben kellett volna felnőnöm, az best hálóban. Nem azért mondom, mert amikor én aszfalt szagot éreztem, akkor tudtam, hogy új polgármester. Az lehet, hogy sok lenne, de ha így elmegyek, mint ott a 18. kerületben voltam az anyósomnál, valamikor, és ott csinálták az utat, aszfaltoztak, hát a gyári út, nem is tudom melyik utat, és beleszimatoltam a levegőbe, és megállapítottam, hogy baromi nehéz meló, de az illatát szeretem. Most ott kínálom 10 percet, nyilván gyűlölném, de mint illat jó, azt szeretem. Ez 50 fokban egy ilyen 100 fokos anyaggal dolgozni, vagy nem tudom hány fokos a forró aszfalt, amit letesznek, hát teljesen hülye vagyok fizikából, de hogy az, azért az... Annyit azért elárul a dologról, hogy ha 40 fokban kiteríted, akkor gőzöl a melegtől. Uh-huh. Úgyhogy 40, ugye párolgáshoz kell a kő, különbség, 40 fok van, és az még így vibrál a levegő körülötte. Nagyon kemény. Az kemény. Az kemény lehet. Na hát mindenkinek kitartás, aki csinál hasonló munkát, jön a hideg, tartsatok ki. Jó, viszont egy érdekes híre bukkantunk, és érdemes ezen elgondolkozni, hogy mi lenne, ha Magyarországon is bevezetnék, mert hogy Finnországban ezentúl visszajár a koncert egy árából, ha nem voltunk elégedettek egy koncerttel, hát rettenetesen humánus megoldás. És azt mondja, hogy a fogyasztóvédők mostani döntésük szerint ugyanis, ha egy zenész fellépése jóval alulmúlta azt a színvonalat, ami racionálisan elvárható lett volna, akkor visszajár némi pénz a belépő árából. Érdemes ezen elgondolkodni, hogy ezt nálunk be lehet-e vezetni, ha bevezetnénk, milyen körülmények között tennénk, milyen szabályokat hoznánk, egyáltalán melyik az a koncert, aminek az árából szívesen visszakérnénk. Hát... Érdekes a cikk, mert úgy szól, hogy Finnországban ezentúl visszajár a koncert egy árából, ha nem voltunk elégedettek egy koncerttel. A svéd fogyasztóvédők mostani döntésük szerint, ugyanis ha egy zenész fellépése, tehát van a hírben némi ellentmondás, de mi mondjuk maradjunk Finnországnál. De lehet, hogy a svéd fogyasztóvédők is csatlakoztak az elkezdeményezésre. Vagy átjárnak Finnországba. Hát vagy saját magukkal nem akarnak kicseszni, ezért inkább a finneket kevették bele a dologba. Igen. Nagy ellentmondás, két mondaton belül, brutális a jó cikk. Minden esetre maga a hír az érdekes. Azt mondják, hogy azért ez nem egy szubjektív dolog lesz, hogy elmész, iszol egy sört, nem tetszik a koncert, és gyorsan visszakéred a felét. Magyarországon nagyjából ez lenne. Jó volt, de azért. Jó volt, de a sör is meleg volt, annak az árát is adják vissza. Kérjük nem vissza, milyen igen? Volt a koncert, nem volt jó, nem tetszett, kérjük vissza a pénzt, és gyakorlatilag nem lenne bevétele egyetlen előadónak, sem mindenki Magyarországon mindenki visszakérne, igen. Racionálisan elvárható egy bizonyos színvonal, azt mondják a fogyasztóvédők, és ha ezt a racionálisan elvárható színvonalat alul múlta maga a koncert, tehát részeg volt, késő lépett föl, beteg volt, rosszul zenélt, rekett volt, elment a hangja, leszakadt egy hangszóró, mit tudom én, elment a világítás, akkor te visszakérheted a koncert egy bizonyos részét. Aha, kedvenc számod nem játsza akkor is? Ez egy Chuck Berry koncert volt egyébként, ami után ezt elindították. Hát, ha nem játsza a kedvenc számodat, a szubjektíven nekem ez, neked az. Aha. Tehát nincs ilyen, hogy mindenki kedvenc száma. Volt? Itt az volt Chuck Berry? Chuck Berry Helsinki koncertje után egy lakos fordult a fogyasztóvédelemhez, hogy a rock legenda várakozáson alul teljesített. Milyen jó fej a fogyasztóvédelem? Megvizsgálták, majd azt mondták, hogy tényleg... Behívták Chuck Berryt, rátettek egy vérnyomásmérőt. Mintát, egy vizelet, mintát, egy vérvételt, és azt mondták, hogy Beri bácsi tényleg beteg volt. Ej, Beri bácsi, maradj itt egy helsinki kórházban. Beri bácsi ott maradt a kórházban egy kivizsgáláson, és kiderült, hogy ő valóban betegen teljesítette a koncertet, és ő jelezte is, hogy ő nincs jól. Tehát Beri bácsi szólt előre, hogy gyerekek, és ha te szólsz a koncert van. Elején, akkor viszont nem perelhet, vagy nem nyújthat. De, hát szólt, hogy bocsánat, rosszul van. Várj, fölmegyek a koncertre, becsák, Beri vagyok, szevasztok. Beri bácsi. Beri bácsi vagyok. Nem csak, Beri bácsi. Sziasztok, Beri bácsi vagyok. Szevasztok, Beri bácsi vagyok. Én találtam fel a rock'n'rollt. Nem, azt Marty McFly találta fel. Ez mondjuk, igen, igaz. A Marty McFly-jal közösen találtuk fel a rock'n'rollt, viszont beteg vagyok. Ilyenkor már nem mondhatsz semmit.
Persze, mert azt mondja, hogy a betegségről nem tehet szegény. Ő eljött ide Stockholmba, így van. Vagy hova. Szerintem ez pozitív. Ez pozitív, ez tehát ő elmondja, hogy az, gyerekek, én annyira szeretem a rajongóimat, a közönségemet, hogy még betegen is fölmegyek a színpadra. Igen. Ez jó felség. Ő csak jelezte, és a lakos elment a fogyasztóvédelem, és azt mondta, hogy Beri bácsi nem volt jó. Aha. És így megnézték, van. Hogy Beri bácsi tényleg jelezte, nem is volt jó. És úgy döntöttek, hogy egy jó, koncert ezen túl rossz. Helsinki, reggel ott a fosok. És már az államot is próbálta követni a váltásokat, ahogy ugye ez Márti McFly elmondta visszajövőbe, de jó rész. Szóval, ki milyen koncert után kérné vissza a pénzt, egyáltalán hogy működne ez Magyarországon? Nekem az jutott eszembe, hogy hátulról teszembe. Aha, is, nem rossz, hogy na jó. hogy volt egy olyan étterem Magyarországon, ez kísérleti jelleggel működött, amikor is az volt, hogy tegyél be annyit, amennyire ízlett az étel. Aha, aha. Megnyitották ezt az éttermet talán Budapesten, vagy Magyarországon valahol, és azt mondták, hogy ez egy becsületkasszás étterem lesz. Ha ízlett, akkor fizet. Nem teszel, ha nem ízlett, nem teszel be. Talán annyi csalódott embert senki. Talán egy hetet tudott üzemelni az étterem. És mindig üres tányért vittek vissza. Mindig üres tányért vittek vissza, mindenki a tízuját megnyalta, majd azt mondta, hogy rossz volt a somlói, nem ízlett a vaníliasodó, egyébként is rohagyjatok meg, mert nem volt jó rántott hús. Abban a krumplipüréből még kéreked, mert nem tudom eldönteni, hogy jó vagy nem jó. Igen? És talán egy hét vagy tíz nap után ez a magyar étterem azt mondta, hogy na jó, mindenki menjen tényleg a csudába, és bezárta. Mert azt mondta, hogy ez ilyen nincs. Tehát Magyarországon ez nem megy. Az illatos csudába. Menjen mindenki a jó bűnő, igen, az illatos csudába, így van az az ellenkezője. És bezárt az étterem, mert ez nem működött. De tessék, nézzük meg a koncerteket. Nekem van ötletem, hogy én miután kérném vissza, az nem koncert, az egy fellépés volt, én erről sokszor beszéltem. De ti milyen koncert után kérnétek vissza, egyáltalán működne ez Magyarországon? Hát tessék. Én, hogyha ha mondjuk egy best of fellépése nincsen orgonaszóló, akkor én biztos, hogy visszakérném. Soha nem kérhetnéd vissza. Soha nem kérhetnéd vissza, mert mindig van. Én egykezes orgona szólót akarok látni, hallani. A búzától? Gyújtó hangulatú hangvételű orgona szóló. Azon gondolkodtam, hogy a Paksi Endre féle koncert az Osztián, amikor szegény rosszul volt, az nem csak ugye a pénzedet kérheted vissza, hanem még kártérítést is kell kérned a repatatúrjánért. Hát, emlékeztek rá. Igen, igen, de én ott én visszatapsoltam volna egyébként Endrét. Tehát ugye nem, hogy visszakértem volna a pénzemet, hanem én fizettem volna még egy köré. Az nagyon-nagyon kemény volt. Te nem kérnél például a Guns N' Roses 3 óráért? Aha. Amikor várakoztatok a sportcsaliba? Hát nézd, én na annyira szeretem őket, hogy ezt részemről az megbocsátható. Én azért nem kérném vissza, mert én tudom, hogy ha Guns koncertre megyek, akkor onnan nem tudsz elkésni. Tehát az a show része, mi elmentünk kicsit, berúgtunk, jöttünk, mentünk, és jöttek a hírek, hogy Axel 11:30-kor hajlandó színpadra állni. Jó, 8:30 volt kiírva a koncert. Már az előzenekart is 4-szer megverték, visszatapsolták, már karaoke buli volt a színpadon, már önkéntes emberek énekeltek. Azért nem, mert azt tudom, hogy az sajnos a Guns N' Roseshoz hozzátartozik. Ha ezt megcsinálná Charlie, vagy az LGT, vagy mit tudom én, az Illés, akkor igen. De hát a Guns koncerthez tudod, hogy nem kezdenek pontosan. Rohadjon meg az Axel, hogy ezt megcsinálja 10 000 emberrel. De ez sajnos hozzátartozik, hogy te azért mész, mert úgy kedveled, ahogy van. Ahogy mit tudom én, a Mötley Crüe, nem tudom, csirkét darál, vagy mit tudom én, mit csinál. Van szakmai alázat, hogy nem azért késik a színpadról, hanem mert rossz irányba indul el. Igen. Nekem csomó minden van. Tehát ott van David Copperfield elő, ezt megcsalódtam. David Copperfield előadása, amiről meséltem. Igen. Tehát az azonnali. Azonnali 100%-os visszatérítés, ami volt az arénában 10 évvel ezelőtt, 30 000-es jegyeknél. Én kaptam ajándékba. Uh-huh. Ahol nem, mondom, hogy az volt a főszám, hogy ketté vágott egy nőt, és egy dupla falu vödörből elővarázsolt egy galambot. Hát ezek voltak. Erre ültem én be 30 000-ért. Na jó, nem 30 000-ért, mert kaptuk. De ott ült még 10 000 ember. De fizetettél volna érte 30 000-re. De akár fizethettem is volna. Óriás csalódás lehetett volna. Dupla falu vödörből. Ezt 87-ben láttam valamelyik szeszélyesben. És már akkor is uncsi volt. Igen. Megmutatta, hogy üres a vödör. Ezt írják meg, akik ott voltak. Igen. Utána átbillentett valamit, és kirepült egy galamba vödörből. Ez volt David Copperfield. Forgács Pétertől és Tajtót Lászlótól. Így van, igen. És a háttérbe felbukkant ihos. Érted? És azt mondta, hogy fűre lépni ihos. Tehát, hogy, és utána elővarázsolt egy vödörből egy galambot. De ezt kikérem magamnak. És 20-30 000-es egyek voltak. Aztán félbevágott. Na jó, hát és a félbevágás? Azt most hozol egy bűvészdobozt, most megcsom neked. De ha nem, akkor is egy fűrészsel. Meg az egy gyárilag félbevágott nő volt. meg az eleve úgy volt, igen. Érted? És ott ült 10 000 ember, és nem kapott levegőt. És a Copperfield azt hitte, hogy azért nem kapunk levegőt, mert hogy le vagyunk nyűgözve. Rossz koncertélmény valakinek még? Ami igazán rossz volt.
ami igazán rossz volt. Én voltam egy Britney koncerten, gyerekek. Ott borzalmas volt? Nem is tudom, hogy keveredtem oda. Olyan bűneim, amiket meg kell gyónnom. Egy Britney koncert. Vállalhatatlan volt. Hangban, ronda volt, kövér volt, rosszul énekelt, playbackelt, és hájas volt. Aha. Oh. Nem ezt vártam tőle. Mit? Hát de tudod, nincs bajom azzal, ha valaki hájas, tessék? Amúgy tudod, hogy mostanában hogy néz ki, de vagy a akkor, koncert néz... jegyen az volt, hogy ott áll Britney. Csillivilli, vékony derék, és kijött egy rosszul éneklő, izzadó, szerintem egy kicsit büdös, hájas, lébekelő, zsíros hajú nő. Akkor ez ezek volt szerint a kígyóveremben voltál közvetlenül, ha még ezt is érezted. Ez volt Britney Spears Magyarországon 15 ezer forintért. Kikérem magamnak. Nem erre emlékeztem, mert ezt akarod látni. Azt akarod látni, hogy zsíros haja, hogy nem táncol, hogy izzad, hogy az izzadása nincs baj. Hogy nem mozog, hogy playback-el? Hát ott volt 10 000 ember. Lady Dömpen! Nem, ő Britney Spears. 10 000 ember akart abban a pillanatban megölni Britney Spears. De tényleg, tehát hogy ezeket ki kell mondani. Hát mindenkinek van rossz koncertélménye, nem? Akkor elmész, várod, berúgsz, és azt hiszed, hogy úristen, és ott árok. Nem lehet, hogy te voltál túl részeg. Nem voltam részeg. Elkísértem valakit. Ja, Britney nem. Aha. Nem önszántamból mentem Britneyre, csak megkértek, hogy menjek. Megleptél volna. Na jó, egy kicsit igen. Csak szeretem, jó, azért egy kicsit. Figyelj, én tudod, én elmentem Gagára is. Én jól szórakozom, én ezeket megnézem. Tehát nekem ezen nincs bajom. NB1-es foci meccsek? Mi van vele? Ha nem lenne bevétel. Képzeld már el. Vissza kellene fizetni a belépőjének az árat, hogy csalódottan mész el. Hát az mindig csalód. Kinkeserves, kétszeres hosszabbítás után 0-0, illetve vagy egy öngól, ahol kikap a saját csapatod otthon. Hát most hát 200-250 ember visszakéri azt a pénzt, nem? Na, de annak a 250-nek az sokat jelentett. Hát, de csak a fele kéri mindig vissza, mert bármilyen öngól van, a másik csapat azért elégedett. Azért. Tehát, hogy azok örülnek. De igazából olyan nagy baj nincs. Nem volt rossz koncertélményetek semmi? Olyanért is vissza tudsz kérni, hogy rossz helyre szól a jegyed, és szinte semmit nem lehet látni? Hát nem, mert hülye vagy, ha oda vettem. Hát de mi az, hogy hülye vagy? Ott volt D-szektor 6-os szék, nézd meg, hogy hülye vagy, akkor ne kérdezz. Hát de azt gondolnád, hogy olyan helyre adnak csak jegyet, ahonnan látszik a színpad, és például a Phil Collins koncerten nem így volt. Mi, hol voltál? Egy oszlop mögött. Phil Collins koncert. Fönt aréna, és kiadták majdnem teljesen a színpadig a lelátókat, tehát az ülő rész. És ott álltál, és néha 18 percenként annyit láttál, hogy egy cipőorra így kilép a színpadról. Na, papperosan nyomtad, ülőjegyet kértél. Hát eleve ott kell állni a küzdőtéren. Ha már leülök, az már érzem, hogy az már túl jó nem lehet. Mondjuk eleve tekintete lehetnél azokra, akik mögét kapnak jegyet fel. Hát de azok kérjék vissza. Na én azért vettem ülőjegyet, tudod? Ülőjegyet, mert ott az annyira még két jegy. Add uram, hogy ne a miénk legyen. Ne, léci, de nem akarom az őszülő az arénának nagyja, a tarkom nem őszül, az arénának nagyja a lejtése, tehát ki azért vettem ülőjegyet, hogy lássanak, mert ha én beállok előre, akkor viszont az egész stadion nem lát, érted? Tehát én humánus voltam. Ja, te ezért eleve ülőjegyet veszel. Ülő, mert nagyon nagy a lejtése, tehát ki lát mögülem. Na, én viszont nem láttam semmit, csak néha egy cipő orrot, ahogy Phil kilépett. De jó volt legalább? Irtózatos, irgalmatlan muzsikálás. Nagy muzsikálás van? Ezért tudok perelni? Jó. Nem, mert ez nem balett. De jó, de azért mész koncertre, mert egyébként meg a CD-t meghallgathatnád otthon, nem? Ezért én nem adom. Nem, mert ha nagy muzsika volt, csak rosszul láttál, az nem Phil Collins hibája, az a magyar szervezők hibája, a koncert értékesítők hibája, a magyarországi cég hibája, aki eladta a jegyeket. Az nem a művész hibája, hogy te rossz helyen ülsz. A művész hibája az lett volna, ha kijön Britney Spears zsíros hajjal, hájasan. Ahogy ki. Ez nagyon betalált valamiért. És playback-el! Phil Collins a nagy muzsikát nyomott, hát, ha te nem láttad, azért nem kérete. Azt nem adom. Hát ha én most fogyasztóvédő vagyok, Ferenc, álljon ki a pénztárból, nem adjuk vissza. De a magyar szervezők hibáztak, hiszen kiadtak olyan jegyet, ahonnan nem látni semmit. Hát igen, ez véleményes. Megvizsgáljuk, fölhívjuk, visszahívjuk. Figyelj, csak az volt, hogy mind a ketten hazamentetek, és visszahívjuk. Akkor te, Balázs, letépted a Budi ajtóról azt a régi Bravo posztert, ami még Britney slang volt, és csillos és szép volt, és sok kellemes pillanatot szerzett neked a jobb kezeden keresztül, te meg felletépted a Phil Collins plakátot, még hazamentél. És összetörtöm illetve a CD-ket. Nem, te a szervezőnek a plakátját. Nem, és kitörölted a telefonszámot. Így a hatfős társága mentünk, és én nem is tudtam, hogy koncertre megyünk, találkoztunk, elindult, hova megyünk, Britney. Megyek, és akkor vártam, mondom, megnézem.
Oops, I did it again, én kicsit azért ott úgy oda voltam, meglepi, érte, jó csaj volt. Britney koncert! Oops, rohadjatok meg! Again. Ígyunk yeah, egyet, aztán menjünk. Mondtam, érted? Nincs, ezzel nincs nagy baj. Istenem, és nincs itt vagy fodrász sem. Hogy a fagam sincs belőle, Britney koncert. A rohadt életben nem megyek így. Viki, nem Viki, mit tegyek fel? Nem láthat így, Britney. Ráadásul az első sorban leszek. Nem akarom. Volt, amikor jó csaj volt. Volt, amikor ígyeltem Justin Timberlake-et. Erre kijött egy zsíros hajú, plébekelő, rosszul táncoló nő. Uh-huh. Hát mi ez, ha nem pénz visszatérítés? És ezért hazamentél, és a Justin posztert is letépted a WC-nek az hajára. És meg semmi, és az összes NSYNC poszteremet is lesz. Az összes NSYNC posztert is megsemmisítettem. Na, drága hallgatók, tessék nekünk kicsit panaszkodni. Jó, mi vagyunk most a fogyasztóvédelem. Ki, miért, milyen koncertről kérné vissza egyet? Részeg volt? Plébekelt? Nem jelent meg? Rosszul állt a színpadon? Háttalált nektek? Fals beesett? Volt? Fals volt? Nem az övé volt a dal? Vagy csak egyszerűen nem volt jó a koncert. Írjátok meg, hogy ki volt. Csak a faterja? Tényleg. Írjátok meg, hogy ki volt, milyen koncert volt, miért volt rossz. Jó? Jövünk az SMS-ekkel. Ákos, híre jutam. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy Finnországban ezen túl visszajár a koncert gyárából, ha nem voltunk elégedettek a koncerttel. Ez egy nagyon humánus megoldás. Igen. Egyébként fogyasztóvédők azt mondják, hogy ha racionális érvekkel megyünk, és racionálisan elvárható lett volna egy bizonyos színvonal, és a fellépő azt bizony alulmúlta, akkor némi pénz vissza erre a belépő árából. Hát most, hogy pontosan mennyi, azt nem tudjuk. Minden esetre arról beszélgettünk, hogy kinek milyen rossz koncert élménye volt már, ki milyen koncert után kérne vissza pénzt, ha tehetné. Ez lehet magyar előadó, külföldi előadó, bármi. Mert hogy hát mindenki futott már bele rossz koncertbe, ami csalódás volt, nem úgy nézett ki, plébekelt, nem azt énekelte, nem úgy adta elő, és egyszer rossz csalódással mentél haza, nincs annál rosszabb. Drága a jegy, külföldi sztárok, elmész, vársz valamit, és kielégületlenül mész haza. Mint egy rossz szex, az olyan, egy rossz koncert. Nem? De tényleg. Kis szépséghibája a kezdeményezésnek, hogy svéd fogyasztóvédők kezdeményezték Finnországon, és a svéd zenekarokra nem vonatkozik. A finn metára viszont arra igen. Igen. Érdekes a cikk, igen, azt most ide kihagytuk, de hát két mondaton belül egy baromi nagy ellenmondás. Mindenesetre maga a téma az jó, hogy azért tényleg a finnek mennyire jól gondolkodnak, nem? Hogy azt mondják, hogy rendben van, mi értetek vagyunk, mint fogyasztóvédelem, bár azt hiszem, hogy a magyar fogyasztóvédelem ennél nincs baj. Azért jól működik, de ezen jól működik a téren... és kedveljük őket, de ez egy jó döntés. És ez egy normális döntés. Mi szerintem egy picit távol vagyunk még eltől, hiszen sokszor előfordul, hogy maga a koncert szervező is fenntartja a jegyár emelésének a jogát. Azért az elég durva. Tehát, hogy amikor megveszel valamit, vagy oda mész a helyszínen, és akkor kiderül, hogy a helyszín már nem annyi, mint amennyit egyébként láttál, mert hogy a jogot fenntartják maguknak, vagy még az utolsó pillanatban is megemeljék a jegyének az árat. Úgyhogy ettől a kezdeményezéstől mi szerintem fényévekre vagyunk. Hát igen, minden esetre, igen, tényleg jó dolog. Nagyon sok SMS jött, hallgatóink hozzászóltak a témához. Álmokfutó koncertre mentünk barátokkal négyesben, végül csak mi négyen voltunk, a koncert elmaradt. A pénzt visszakaptuk, pedig élveztem volna. Hát ez nem az álmokfutó hibája, ám, vagy ott ugye nem azért kéred vissza a pénzt, mert rossz volt a koncert. Nem, az nem. Ott egyszerűen elmaradt a koncert. Így van. Azt mondja, hogy... Nem hallottam, hanem láttam a jég dupla viszkivelt a művész. Igen. Igen. Jacko halála után Michael Jackson hasonmás koncert 15 ezerért. Mondjuk ott egy péklapát nekünk is járna, hogy bevállaltuk. Anna, tökéletesen jól látod, én nem akarom ezt bírálni, vagy elítélni, de aki 15 ezer forintot ki tud adni azért, hogy egy Jackonál csak rosszabbul mozgó és rosszabbul éneklő palira, jó esetben pali, jobb esetben nő, elmegy, és azt kifizet, mit vársz? Jó estét, kőbánya, sikicska! Hallott? Michael Jackson az az előadó, akit tényleg csak elrontani lehet. Tehát ha fellépsz vele, ha énekled, ha táncolod, nem tudsz jobb lenni, csak elrontani lehet. Mit vártatok egy Michael Jackson hasonlás koncert? Emlékszem, hogy Magyarországon is volt turnét. Brutál zenekar, talán aréna, és itt táncolt. De nem azt kaptam, amit vártál. Persze, hogy nem. Én azt gondolom, hogy ez egy gyanakodhat az ember, tehát például, hogyha meghirdetnek egy Elvis koncertet, Visszajött. Love
mi tender. Nem tudod azt kapni, sajnos. Vannak jó Jacko imitátorok, de nem, egyszer nem tudod azt kapni. Pár évvel ezelőtt a Piramis koncertet hagytuk ott a hangosítás vállalhatatlansága miatt, meg se vártuk, hogy Somlalit kitámasszák a végén. Igen, betonnak meg most, ha részeg, de jól játszik, akkor nem reklamál. Ha részeg háttalál, nem tudja, hogy hova leesik a lépcsőn, és lehánya az elsősorban állókat, akkor van baj. Például Horváth Károly, ugye egyébként több SMS-ben megemlített Charlie, valóban néha iszik egy valamit koncert előtt. Én voltam olyan koncerten, ahol ellenkező irányba indult fel a színpadra, de miután helyre rakták az irányt, és olyat muzsikált, hogy megőrülsz. Belőle ömlik a zene, az nem baj. Az szerintem nem baj. Igyon. Ha az nem ront a koncertből, akkor legyen részek, használjon bármit, nem érdekel, ha én azt kapom, amit várok. Nem számít, hát meg eleve érted. A ródok ezért vannak, hogy irányba állítsák a művész urakat. Ha megjelenik Baján, ott van 10 000 ember, és azt mondja, jó, ez Budapest. Na, akkor egy kicsit felszívom magam. Vagy Budapesten vagyok, és azt mondja, hogy jó estét, Bukarest, vagy jó estét, Baja, vagy... Azt tudom utálni. Baja, Budapest. Ha az előadó nem tudja, hogy hol van, nagyon tudom utálni. Azt szerintem azért az pofátlanság. Hát legalább tudjad, nem? Hát hány ilyen külföldi előadó volt? Az Eroszram az ott is, talán. Ugye? Hát tényleg, ugye? Igen, ő volt. Good evening, Bukarest. Azt hiszem, rám az ott indított így. Nem jó, André? Nem szeretik. Nem erre szimpatikus. Aztán pláne. Hát legalább tud, hogy hol van. Ezt a keverés, meg aztán pláne nem. De hát jó, hát vannak ilyenek, de szerintem adott esetben még mókás is lehetnek. Jó estét, vagy Budapest. A színpadon a Tátra 40 szólóban vagyunk, mester. És hát talál a közösségnek még mindig. És az irány se jó. Nekem 2 éve Balaton Sound-on volt hatalmas csalódás David Guetta. Amit ő ott buli gyanán művelt, azt otthon én is megcsinálom egy CD lejátszóval. 2 számonként stop play, nem voltak összekeverve a mixek. Viccesek voltak a számok közötti síri csendek, míg ő berakta a következő zenét. Katasztrófa volt. Egyébként, még vicces volt, amikor csend honolt a tömeg megtombolt. Viki küldte nekünk. Én nem vagyok a műfaj nagy tudala, de úgy tudom, hogy idén is volt, és idén is körülbelül ugyanezek voltak a benyomások vele kapcsolatban. Lehet, hogy nem biztosították a szervezők a 2 CD játszót. Aha, tényleg. Érted, és cserélni csak kellett. Egy volt. Egy, és ott bizony nehéz kellene. 2009. Madonna koncert a Kincsen Parkban. 3 órát váratott 50 ezer embert. Mire kijött, megérkezett a monszun eső, elment a nekünk odarendelt külön metró, a végén pedig eltűnt a biztonsági személyzet, és szakadó esőben másztunk át az ott hagyott kordonokon. Kár érte, Madonna amúgy jó lett volna. Igen, azt sokan mondják, nekem is van ismerősem, aki volt kint, és ugyanez volt a tapasztalat, de aztán felülírta mindent az, hogy kijött a művésznő és énekel. Igen. Jó, de egyébként most érted, ahhoz a kisebbséghez tartozol, akik egy olyan Madonna koncertet láthattak, amilyet máshol senki. Igen. Mert hogy egyébként mindenki rohadt jó, és mindenféle tekintetben patentkoncerteket lát, ők meg ott lehettek egy olyan, ami meg én egy olyan Madonna voltam, ami nem volt. Hú. Igen, de hát a koncert jó volt itt. Csak az eső, a várakozás, meg maga a koncert, ez zseniális volt. Charlie Agárdi Popstrand kijött Matton 40 perc késéssel, majd megszólalt, jó estét Budapest. Erről beszéltünk, Todi küldte nekik. Igen, bár Charlie egyébként nagyon kedveljük, jó zenész, jó énekes, jó előadó, nagyon. Igen, nekem Füreden Dolhai koncerten fájt a seggem. Kemény volt a szék. Visszakapnám a zsét? Atis kérdezi. Hát nem. A svarci fellépés is kemény volt. Azt mondja, hogy a maga 40 percével, az elcsúszó feliratozással, a jegyeket ráadásul az elején különböző hülye könyvcsomagokhoz adták csak, ezt Miki küldte nekünk. Voltam Pataki művekoncerten, gondoltam rosszul írták ki, és Edda lesz, kiderült, hogy Pataki Attila fia lépett fel. Na, ezért nem lehet visszakérni jegyet, hogy te voltál tájékozatlan. Igen, hát ott azért nem tudsz, hát a Pataki művek, az a Patakinak a fia, igen. Az állatkertben, ha nem üvölt az oroszlán, kérhetek vissza pénzt? Hambi kérdezi. Igen. Győr, Bobby McFerrin legolcsóbb egy 15 ezer, Bobby improvizált 10 percet, majd a filharmonikusokat vezényelte, ettől úgy meghatódott, hogy köszönés nélkül távozott. Zavarózták a zenészek. Edda koncert után nem láttam, ahogy az UFO-k elviszik a Patakit, írta nekünk valaki. Na jól van, hát vannak nagy csalódások akkor. Jó lenne ezt a fogyasztóvédelem itthon is bevezetni, nem? Mozifilmre is adnának ilyen? Azt nagyon szubjektív szerintem. Miért? A koncert nem? Hát a koncerten azért van egy mérce, hogyha az énekes nem énekel playbacket, de az, hogy neked a film nem tetszik. Hát de most ott... a Terminátor 5 után visszakérnéd. Hallottam nagyon sokaktól, hogy hülye vagy nagyon jó.
Tehát, hogy na, én vagyok tessék. A hülye, mert őrült jó a Terminátor 5, és a hideg rázta őket, és milyen hülye vagyok, és nekem már semmi nem jó. Tehát az nagyon szubjektív a film szerintem. A koncerten több a racionális objektív érv, hogy mi alapján mondhatod azt, hogy nem azt kaptad, amit vártál. Megválog, tudod, mi lenne, hogy nem csak a moziban megnézed, hanem a letöltött filmek után is mindenki kérne vissza. Tegnap töltöttem le, basszus, és egy rakást. Igen. Igen. Yeah. Nem, még nézem, hogy mit mondott a Pataki, de ezt nem akarom beolvasni, mert volt még, aki visszakérni Pataki koncert után. Jegyet, nem tudjuk, hogy így volt-e, úgyhogy ezt inkább nem akarom beolvasni. Na, köszönjük az SMS-eket, játszunk Óven bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Erzsi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Honnan hívtál minket? Győrből. Győrből! Oh. Ott voltunk. Ott voltál esetleg? Nem, dolgoztam sajnos. Pedig annyi értékes nyereményünk volt, annyira hogy vártunk. Még magunk se hittük el, hogy mennyi mindenünk volt. Jó lett volna, de sajnos dolgoznom kellett. Mit dolgozol? Irodába dolgozom. Adatrögzítő vagyok. Ó, szegényke. Nem vagy túl lelkes, de meg is értem. Hát ez nem egy izgalmas munka. El vagyok vele. Igen? Nem utálod igen. Nagyon? Nem. Vagy nem mondhatod? Nem, jó munka. Igen? Tényleg? Na, akkor jó. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj! Oké. Okay. Ó, bennülnek a jacuzziban. Így van, házi jacuzzi. Soha lehet a koncert. Igen, Óven bácsi durogtat a medanszében. Na figyelj, ez egy sorozat lesz, nem könnyű egyébként, ha nem nézed, nem fogod tudni. De sokan ismerik. Figyelj, mutatjuk. Jaj, ide. Ó. Úristen. Aj, igen. Magyar vagy külföldi? Külföldi. Nem magyar. Óha. Mutatjuk még egyszer. Oké. Okay. Rajzfilm? Mm-hmm. Így van. Igen? Igen. Na, ki tudja? Mi? Igen, mi tudjuk. Jöjjön egy hosszabb részlet, figyelj! Cím? Hogy tetszik mondani? Hosszabb részlet mellett. Az játék az nem jó. It seems today that all you see is... Szívsz. Mi van? Na jó. Szívok. Ez szívunk sokat, igen, főleg ebben a nagy melegben, de már nem sokáig megjön a hidegfront. Ez a Family Guy lett volna. Hát ez valószínűleg nem ismertétek. Nem. Ez egy amerikai rajzfilm sorozat. Baromi jó egyébként. A humora jó, de a szereplők minden idők legirritálóbb. Rajzfilm szereplők. Baromi irritálók, de ez szórakoztató, igen. Hát mindegy, a Sims-re gondoltunk, nem kell jönnálni a kell. Továbbra se tudjuk, mi az a Sims, de... Mi az a Sims, vagy Sims, vagy az Sims, a... Sims, ez egy játék. Sims, mint játék? Sims. Aha. Igen, de igen. Hát játékunk a zenét, ja, nem nagyon szóval bejátszanak. De mondtuk, hogy rajzfilm. Aha. Jó. Köszi, játékot Erzsi, puszi. Én is köszönöm. Ciao, hello. Jó, ez egy kicsit nehezebb volt. De sokan látjuk, Family Guy, Richelieu is megírta nekünk, sokan küldjétek a jó megoldást. A rajzműsor egy szenzációs humora van, de én nem tudtam megszeretni. Én láttam egy-két részt, nem kattantam rá. Borzalmasan irritálóak a szereplők. Én South Parkot, itt a Simpson családot imádom, de jó, de valahogy. Én se kedvednem. Várunk friss közlekedési híreket, jó? Akinek van, az küldje nekünk, ne tartsátok magatokban, mint egy jóféle pukit társaságban, hanem küldjétek el. Gyönyörű hasonlat. Küldjétek el, nyugodtan eresztjétek szépen. Így van, küldjétek el nekünk. Jó, mi pedig jövünk vissza. Ákos, hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 8 óra után vagyunk, 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek szerdán, az utolsó kánikulai napon, legalábbis egy ideig, mert hogy jön a lehűlés. Vörös
és narancssárga figyelmeztetés vagy riasztás? Igen, már riasztás, figyelmeztetés. Nem? Figyelmeztető előrejelzés. Aha, legyünk precízek, pontosak. És mikor riasztanak, ha már itt van? Amikor már nagyon nagy a baj, és nagyon erős lesz. Most egyelőre csak figyelmeztetnek bennünket. Mindenki vigyázzon magára, az anyósra, a gyerekre, a muskátira. Jó, a jégre, az autóra. Igen, kinek mi a fontos? Nem sok embernek fontosabb az autója, mint az anyósa. Uh-huh. Úgyhogy tessék minden értéket megobni. Nagy zuhi, nagy jégeső jön hozzánk. Nyugaton kapjuk először, aztán átszágul majd Közép-Magyarország felett, és keletre távozik, vagy kelet felé távozik. Délután már állítólag nyugaton megérkezik az Armageddon. Hát aztán, hogy mennyire lesz valójában Armageddon, nem tudjuk, minden esetre mondjuk, hogy aki vitorlázik, vizen van, Fertőtó, Balaton, Velencei tó, hát ott is, az talán kevésbé veszélyes, de a Fertőtó és a Balaton tud az lenni, úgyhogy óvatosabb. A Velencei tó. Hát nem, azért az inkább pocsolja, nem? Hát veszélyen nagy levegőt átúszott, ne, ha nem átsétálod. De ahogy is. Nem. Ne jó, de sok vitorlás hajó nincs rajta azért, nem? Vannak mélységei a Velencei tóra. Mennyi levegővel sétálod át? Egyel, de az én vagyok. Idén átúszod? Nem tudom, lehet. Azt hiszem, talán augusztusban lesz. A kezedet csapkodsz, és közben sétálsz. Hát olyan tárfet, hogy eljátszod. Tarts ki, Feri, tarts ki, és baromira sétálsz. Simán megkezed. Olyan sok vitorlás azon nincs, de ott is vigyázom mindenki magára, mert hogy jön egy hidegfront, és nagy zuhi lesz. Erős széllyel, 90-100 kilométeres szelet mondanak. Az nem. Azért az nem gyenge. Na, baleset az M0-áson, az M3-as felé, a Csömöri lehajtó előtt, teherautó az árokban. Úgyhogy vigyázzatok, lehet, hogy ez ugyanaz, igen, a kis tarcsánál még le lehet jönni, ezt Botont küldte nekünk kiegészítve az előző SMS-t. Jászberényi totál be van állva az éles sarok felé, trafi a 47-esen, Derecske Debrecen felüli végén, és a 27-es kilométernél Hari küldte nekünk, 31-es főút 76-os kilométernél Jászberény elkerülőn Pest felé, rohadt meleg van, Zapis Pityu küldte, és a Csömöri kihajtónál már áll a nullás, hogy az előbb mondtam, de mondom még egyszer, Brown is elküldte nekünk, próbáljatok kerülni, mert óriási a dugó. Érezzük a frontot, a meleget, a hőséget, a kialvatlanságot, rengeteg baleset, sok figyelmetlenség, úgyhogy vigyázzatok. Vigyázzatok egymásra, meg gyerekekre leginkább, meg mindenkire. Mit kaptunk? Hát figyelj, ezt nem hiszem. Nem mondod komolyan fotót. Laci, gyerekek, hát Laci itt közben nagyon pakolt, és mi röhögünk, mert hogy berakott egy ajándékot egy piros masnival átkötve, bekapcsolta az ajándékot, hogy konkrétan megvakulott. Vált, nagyon jó, figyelj, levél van hozzá, na várjál. Kedves Balázs, János és Feri, nem akármilyen lámpa áll előttetek. Az utóbbi hónapokban adott segítségeteket mindenképp szerettük volna egy ajándékkal megköszönni, mi is lett volna erre alkalmasabb, mint az a tárgy, ami oly sok ember életét keserítette meg éveken keresztül, nektek talán mégis jó emlékként szolgál. Egyébként sem kedvelték őt a raktárban sem, ahová a körforgalom megépítése után került, többen panaszkodtak rá, hogy mogorva, sértődött, nem jön ki a többi forgalomtechnikai eszközzel. Kérlek, hogy bánjatok vele türelmesen, ha engedetlenkedik, nyugodtan kapcsoljátok ki a bal oldalán található gombbal. Üdvözlettel, Lopper Dániel. Dani. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT, 2015. július 8. Milyen hát figyelmesen. Ő maga az Üllői úti, az vagy, ürömi, vagy ürömi úti, inkább. Bocsánat, ürömi úti körforgalom lámpája. Gyerekek, is ilyen is pirosan világít, pont felém, Laci, picit fordítasz rajta, akkor nem kell elmennem 10 órakor személyzetre, köszönöm. Ha, köszönöm szépen, most már nekem sokkal jobb, már érzem, hogy pirul az arcom. Igen, János már barnul egy kicsit. Egy közlekedési lámpa, méghozzá az ürömi lámpa, ami semmi. Pirosra vált, sárgára, zöldre, pirosra és sárgára. Hány? Egyszerre. Gyerekek, zseniális. Az. Megkaptuk a lámpát. Hány ember nagy szinte ezt a lámpát? Tanulja. Hány káanyázást hallott ez a lámpa? Zseniális, hát ezt meg föltesszük a Facebookra óriási. És az Instagramra mindenképpen. Jó esik, János? Nem. Hagyj legyek őszinte, rohadtul nem. Utoljára gyerekkoromban ültem így infralámpa előtt, mikor arcüreggyulladásom volt, és anyám leültetett, tudod, gyere infrázni. Így. Gyere infrázni. Egy életnagyságú, sőt, nem is életnagyságú, ez az. Egy közlekedési lámpát küldött nekünk a Dani. Ez elemes. És ez elemes is volt, mert akkor már értem, hogy miért állt a szerintem belenyúltak a rendszerbe. Figyelj, nagyon jó. Konkrétan migrénem lett ettől a piros fénytől, de nagyon jó arcok. Köszönjük szépen. Hívjuk már fel Anna, csörög már Alicia Danira, csak egy mondat erejéig, jó? Hogy köszönjük meg neki. Zenit, drágák!
szerintem itt tényleg belenyúltak egy kicsit a rendszerben, mert ha van egy ilyen oldalkapcsoló mindegyiken, gyári lakszender, akkor felmászom és átkapcsolom, nem szeretek. Igen. Na, hát ugye a körforgalomról van szó, sokat beszéltünk róla, lobbiztunk, sokszor szóba hoztuk, nyomatékosítottuk a kivitelezőnél, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nél, hogy csináljanak valamit, nyomják, 40-50 ezer embert érint ez minden nap, és megkaptuk a lámpát. Sajnos a körforgalom átadásán nem tudtunk ott lenni. Győrben voltunk, múlt héten pénteken 10 órakor volt az ünnepélyes átadó, de gondoltak ránk, és ezt köszönjük. Meg ez jó fejség, tehát hogy valahogy így kellene csinálni. Tehát ez a hangvétel, meg ez a hozzáállás, ez a pozitív, nem az a fajta arrogancia, amit például most a BKK igen, előadott. Majd beszélünk róla. Igen. Na, itt van Dani közben a vonalban. Dani, jó reggelt, hello, ciao, Loper, Dani, szia. Jó reggelt. De drágák vagytok, hát köszönjük. Jó, de azért nem csak pirosan világít. Nem, nagyon korszerűen sárga és zöld, minden van benne. Szuper. Igen, azt mondták nekem a kollégák, akiknek ezúttal is köszönöm, hogy raktárból előhalázták, hogy ugye egy óráig működik ez az akkumulátor, ugye ideiglenes szerkezet van benne, egy akkumulátor és egy irányító mechanika, ugye, ami a fényeket irányítja, de egyébként kisebb változtatásokat azért végrehajtottak, mert ez ugye kínló volt, ez pedig most itt egy állított állapotában van, de gyakorlatilag ez a de jó, lehet így mondani. Úgy szeretem, ha valakinek van humora, meg tényleg valaki úgy áll egy dologhoz, hogy végre nem ilyen vaskalapos módon, hanem itt van, nyilatkozik, ajándékot küld. Most nem nyilván az ajándékról van szó, hanem hogy veszi a lapot, érti a humort, és elküldi nekünk a sokat átkozott ürömi lámpát. Hát tényleg tízezrek szitták minden nap, hosszú-hosszú éveken. Megdobáljuk papírgalacsinnal a múltért. Igen, szegényként. Dani, valamiféle jogszabályba ütközne az, hogyha mondjuk Balázs, amikor kimegy mondjuk a Benivel bringázni az utcába, akkor ezt így kirakná az utcának az elejére, és pirosra állítaná, hogy a gyerek ne legyen veszélyben? Lezárnám az forgalom miatt? Hát nem tudom, hogy ez mennyire törvényes. Igazából én arra gondoltam, hogy az irodátokat vagy a stúdiót biztos jól fel lehet vele dobni. Nem, a budi elé fogjuk kirakni. Ha bent vagyunk. Igen. Igen. Mi minden ilyen relikviát gyűjtünk a kiszerkesztőségi szobánkban, az összes díj, újság, cikk, ajándék, az mindegy helyen van, föltesszük a falra, hát a szobánk az nagyon durván néz ki, ezt is fölrakjuk. Dani, nagyon szépen köszönjük. Tölthető az aksi? Tessék? Tölthető az akkumulátor? Megkérdezem, jó? Jó, de ha elemes, akkor majd cserélünk benne. Milyen a körforgalom? Hogy megy a haladás? Minden rendben? Jobb. Vannak azért még problémák, tehát pontról pontra lesz ez jobb, még sok minden épül ott, de azt lehet mondani, hogy azért az első lépés azért mégis jobb volt, és azóta, ha jól látom, akkor azért az arra közlekedőknek a kedve is egy kicsivel azért jobb. Tehát nem két óra hazajutni, meg két óra bejutni a munkába. Hát nem minden nap, tehát azért nyilván még előakadnak, tehát akadnak még fennakadások. Aha. Még azért sok mindent át kell építeni. Hát igen, nyilván meg szeptemberben látjuk majd szerintem a valós forgalmat, amikor újraindul sok óvoda iskola, de ha egy kicsit is jobb lett, akkor már megérte nyilván, ha még ott sok minden épül, akkor ez napról napra. Igen, hát a vasút augusztus 20-tal elindul, és azért az fontos, hogy akkor már majd használhatják a vasutat is. Az, ja, hogy az most nem ment a körforgalom építése miatt, ugye? Igen. Ott az a piros három kocsis közlekedett? Nem a körforgalom építése miatt, hanem egyébként, tehát ez egy külön, ugye a vasúti vágányoknak az átépítése is ment, és ez volt az egy nagy nehézség, hogy nem tudtak az emberek ugye az autóval átszállni a vonatra, most már augusztus 20-tól fogják tudni azt választani. Na igen. Hát ez nagyon jó. Egy ideig Feri használja ezt a lámpát, aztán használom én, majd ha lerobbanok valahol. Így is van, kell most is. Minden esély megvan az utóbbi évek tapasztalatai után, úgyhogy Dani, köszönjük nektek, drágák vagytok. Nincs mit. Mondták egyébként, illetve hogy hallottalak titeket, igen, hogy a aszfaltozással kapcsolatban vannak kérdéseitek, illetve kíváncsiak vagytok. Csak arról beszélgettünk, hogy melyik lehet a legrosszabb munkája a nagy melegben. Igen, szóba jött az aszfaltozás kora reggel, valóban. És ugye az M0-áson most van egy viszonylag közel hozzátok egy aszfaltozásos takasz. Szakadozik akkor... a vonal. Igen? Aha. Jó. Kezdene elmenni. Haló. Hogy a Balást várjátok kint? Hogy kellene egy erős ember a Feri? Egy kis ügyes, mint a Jani. Hát igen, kipróbálhatjátok, megnézitek, hogy hogyan megy ez. Egyébként én, amikor a munkásokkal beszéltem, hogy tényleg azt nézzük, hogy melyik a nehéz munka, és mindig ugye megkérdezik őket ilyen nyári melegben, hogy akkor
mégis ezt hogyan tudják elviselni, hogyan bírják. Azt szokták egyébként mondani, hogy egyrészt hozzá vannak szokva, másrészt pedig azt szeretik, hogy ilyenkor halad a munka. Tehát ugye 120 fok fölött lehet az aszfaltot teríteni, és ilyenkor lehet vele haladni. Nyilván, amit én megkérdeztem a munkásoktól, az nem teljesen reprezentatív, tehát nyilván van, aki ezt nem, akinek nyilván ez nehéz, és máshogy éli meg, de többen azt mondták, hogy egyébként ők hozzá vannak ahhoz szokva, hogy melegben dolgozzanak, és ilyenkor is nagyon. Biztos, persze, hogy ezt az ember megszokja, de hát le a kalappal mindenki előtt, igen, aki pékségekben dolgozik, aszfaltozik, kétkezi munkát végez, erről beszéltünk orra reggel, hogy ez brutális lehet. Mindenkit megvisel ez a meleg, még az is, aki tényleg egy klimatizált irodában ül, mondjuk, mert kevesebbet alszik, nyugös, fáradt, de hát akik meg aztán ilyen munkát végeznek, pláne, tehát szegények, ilyenkor aztán nekik a legnehezebb. Az előtt, hogy elmondták a munkások a véleményüket a munkájukról, elmondták neki, hogy te ki vagy? Fiatalopert! Hallod? Mondja. Gondolj meg, hogy mit mondasz? Nagyon szeretjük a munkánkat, nagyon meg vagyok elégedve. Külön örülünk, hogy ebben a melegben nagyon jól haladunk. Ez volt, hogy nem reprezentatív, igen, tehát, amit nekem mondtak. Jó, és hol van ez az aszfaltozás, Dani? Nullás? M0-ás, M1, M7 közötti Török-Bálint. Ez a Török-Bálint rész, aha. És ott kellene a Ferinek így ilyen másfél-két kilométeres szakasz. Ki lakik arra felé. Jánosék oda költöztek. Ja, igen, szívesen vállalom. Ott kellene besegíteni, igen. Jó, lehet, hogy 9 után. Már időben vannak, de jó lenne még. Jó, lehet, hogy ma, holnap valamikor ezt megnézzük. Mi szeretünk így kiugrani, kipróbálni dolgokat. Lehet, hogy sort kerítünk rá. Ma elég sok témánk van, de megnézzük majd, hogy ki tud-e menni a Feri. Jó? Mi van? Miért engem szivattok? De tényleg. Köszi, Dani. Jó munkát nektek. Drágák vagytok az ajándékat. Köszönjük szépen. Okay. Ciao. Köszönjük szépen Lopper Daninak. Köszönjük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-től. Köszönjük. Bírjuk, ha valakinek van humora. Nem? És ha valaki veszi a lapot, és tényleg, hát nagyon helyesek. És tanul a kritikákból. Milyen jó lenne, ha mindenki így nyilatkozna, vagy egyáltalán nyilatkozna, vagy egyáltalán elérhető lenne. Nem? Ugye. Mint például a BKK. Válaszol, nem kérnék ki magának adott esetben. Figyeljetek, én nem akarok nagyon morgolódni, és állítsatok le nyugodtan, mert én autóval járok. És nem tudom, hogy ti hogy álltatok ehhez a hírhez tegnap, de én nagyon felhúztam magam. Na, ha valaki lemaradt, azért mondd el a hír. Igen, a hír ugye arról szólt, hogy kiderült, én nem is tudom melyik internetes portál, talán az Index tudta meg, hogy több tucat klímás busz áll a BKK alvállalkozójának a telephelyén, a kánikulában, mert állítólag költségtakarékosági okokból visszarakták a helyükre a régi buszokat. Igen. És a cikk arról szól, hogy a BKK vezérigazgatója tárgyalást kezdeményezett egy alvállalkozóval, az alvállalkozó vezetőségével arról, hogyan lehetne felhasználni a cég költségtakarékosság miatt leállított klímás buszait a fővárosban legalább a kánikula idejére. És döntés született méghozzá az évelején, ugyanis költségtakarékossági okokból olyan döntés született, hogy a VT Arriva mindegy buszainak egy részét, 60-70 járművet a BKK nem vesz idén igénybe, hanem a BKV olcsóbb üzemeltetésű, de régi buszai járnak helyettük. Amiken nincsen, ugye elég kondi. A cikk szerint a BKK vezetése tisztában volt azzal, hogy ez ugyan ront a szolgáltatás minőségén, de több 10 millió forint megtakarítás jelent éves szinten. És tök jó egyébként, amikor előre prognosztizálnak mondjuk egy ilyen elég erőteljes hőmérséklet emelkedést, azt mondják, hogy kánikula lesz, meg hőségriadó, meg stb. Ők jelzik azt egyébként pont egy olyan pillanatban, amikor ennek a hőségriadónak vége, mert hogy 10 fokot fog csökkenni a hőmérséklet, hogy ők tárgyalásokat kezdeményeztek az alvállalkozókkal, mintha ez egyébként is. Itt van egy pici finom csúsztatás, mint hogyha, mert ugye itt több alvállalkozóról van szó, nem csak egyről, hanem több kisebb alvállalkozóról, köztük egyébként a BKV-ről is, aminek egyébként körülbelül leszem a 28 vagy 30, nem tudom a pontos számot, ilyen légkondicionált busza van, de a már többi alvállalkozónak 100% a légkondicionált buszoknak az aránya. És úgy csinálnak, mintha egy picit ez az alvállalkozók, nem az alvállalkozók sara, ez a BKK-nak a sara. Figyeljetek, igen, a BKK sara, az utas szempontból egyébként azt hiszem, hogy teljesen mindegy. Tehát ha ez megtörténhet... Igen, csak az alvállalkozók szempontjából az nem, hogy neve rajtuk verjük el a port. Igen, az alvállalkozók szempontjából nem, de szerintem ez több, mint felháborító. Tehát tegnap küldtünk egyébként a BKK-nak egy levelet, hogy válaszoljanak egy-két kérdést, és már a válasz is egyébként meglehetősen arrogáns volt, és nem is értem, hogy miért így. Azt meg pláne nem értem, hogy amikor új buszokat vesznek, vagy valami jó történik, akkor mindig van valaki, aki nyilatkozik. Uh-huh. Amikor egy országos kereskedelmi rádió azt mondja, hogy szeretnénk valakit az ügyben megszólaltatni, és igenis feltenni azokat a kérdéseket, amik szerintem ilyenkor jogosak, és ki jár azon utasok nevében, akik egyébként megdöglenek a buszon, akkor meg azt mondják, hogy
szíves figyelmükbe ajánljuk, ez volt a válasz egyébként a kérdéssel, figyelmükbe ajánljuk az előbb az imént kiadott sajtóközleményt. Tehát ezt tudták válaszolni, még kicsit egyébként ilyen félig meddig ironikusan is, mintha egyébként a szerkesztőnk, jelen esetben Laci, egyébként totális idióta lenne, aki nem találta volna meg a sajtóközleményt. Olvasd már el, te hülye! Tehát, hogy nem is értem, hogy miért nincs nyilatkozási kötelezettségük. A kérdések azok arról szóltak, hogy miért kánikulában spórolnak, miért az utasokon spórolnak, nem gondolják-e egyébként, hogy az amúgy sem jó hírű BKK-nak ez tovább ront a renoméján. Mit szólnak ahhoz, hogy terhesek, idősek, gyerekek utaznak a buszon, nem gondolják-e, hogy nem így kellene spórolni, vagy ha már spórolnak, akkor máson, máshogy kellene spórolni, és nem azon egyébként, hogy egy 50 fokos buszon oxigén hiányos állapotban utazzanak egyébként az emberek a kánikulában. És erre jött a közlemény, ugye, amit már Jani is említett, hogy a hőségriadóra való tekintettel Tarlós István főpolgármester és a Budapesti Közlekedési Központ soron kívüli intézkedések július 8-a szerda reggeltől további 29 légkondicionált autóbusz áll forgalomba. És a BKK folyamatosan egyeztet a buszvonalakat üzemeltető szolgáltatókkal, hogy minél több klimatizált, komfortos jármű állhasson forgalomba a klímával nem rendelkező, alacsonyabb üzemeltetési költségű, ám a hőségben kényelmetlenebb utazás biztosít a buszok helyett. És leírják, hogy hány 100%-ban klimatizált busz jár, és kiadnak egy olyan közleményt, hogy szinte vágyom arra, hogy BKV-n utazzon. Mától? Mától. Ma egyébként 10 fokot esik a hőmérséklet, vége a hőségriadónak, az elmúlt két hétben mindenki beledöglött a melegbe, és erre július 8-án Tarlós István főpolgármester azt mondja, tényleg basszus meleg van, a fene egye, mert tegnap megjelent ez a cikk, akkor tényleg állítsunk még 29 buszt itt egyébként. Szerintem a főpolgármester vágta át a gordiuszi csomót, itt ez a BKK-nak a sara, a főpolgármester lépett közbe, amikor kiderültek a tények, tehát ő hát nem biztos, hogy neki. Nem biztos, hogy igen, ő tisztában volt ezzel. Figyeljetek csak, nem lehet, szerintem az nonsense. Én autómban, ami nonsense. Egy nagyon régi modell, ki lehet kapcsolni a légkondit, tehát hogy nem lehet úgy járatni, mert az mondják, hogy azért nem jár a légkondis busz, mert az drágább, többe kerül az üzemeltetése. Igen. Hogy egyébként, amikor 20 fok van, akkor nem kapcsolja be ott a légkondit. Ott sem kapcsolhatja be egyébként bármikor, de erről a fődiszpécser adja ki, ugye, az utasítást. De a fődiszpécser bennül a diszpécseri irodába, és nem lehet, hogy a buszsofőr, ő a hőmérőre megy, az alapján. Azt mondja, hogy 35 fok van gyerekek az utastérbe, on, és megy a... Tudod, mi van? Ennél sokkal szomorúbb a helyzet. Tudod, mi van? Ennél sokat szerintem igen. És tudod, mi van? Telefonáljanak már azok, akik buszvezetők a BKK-nál nyilatkozhatnak, vagy buszvezetők voltak. Én hallottam egy olyat, és nem tudom, hogy igaz-e, de ha igaz, nagyon szomorú, hogy a buszvezetők költségvisszatérítés vagy pluszjutatás kapnak, ha spórolnak az üzemanyagban. Tulajdonképpen mi történik? Azt mondja a buszvezető, hogy most önhatalmulag vagy nem teljesen mindegy, nem tudod ellenőrizni te, mint BKK, hogy megnyomja azt a rohadt gombot, vagy nem nyomja meg. Azt mondja, hogy többet fogyaszt? Nem kapcsolom be. Bekapcsolom? Nem tudok spórolni. Kiveszek pénzt a pénztárcámba? Igen. Mi van? Nem kapcsolom be a klímát, mert állítólagosan, ha te spórolsz, akkor te visszakapsz pénzt, vagy plusz juttatásokat kapsz. Ami, ha így van, szerintem szörnyű, mert rajtad, a te anyádon, a gyerekeden, a nagymamádon spórolja meg a pénzt. Csak én azt kérdezem, hogy minek vette klimatizált buszt? Miért nem azon spóroltak, hogy nem vesznek klimatizált buszt? Érted, hogy nagyobb spórolás megvenni, de nem használni, mint nem megvenni? Igen, mert már nem tudsz olyat venni. Igen, szerintem már nincs olyan busz, amiben nem teszünk. Nem kell klimatizált buszt venni. De miért nem azon spórolni? Spóroljunk azon 300 millió forintot, hogy nem veszünk. Mint hogy megvesszük, de nem használjuk, és egyébként berakjuk azokat, amik kevesebbet fogyasztanak, és régebbiek rosszabbak. Tehát én értem, hogy spórolnak, de mondjuk hány olyan hét van, amikor tényleg nagyon meleg van? Hát, mikor összeadod a napokat, akkor van két hétnyi egy nyáron, amikor így nagyon két hét, kell. Három hét. Hát nem három. Érdemli meg az utas. Nem érdemli meg az a... Ne. Egyébként már ez is tök jó, hogy így teszed fel a kérdést. Nem. Sajnos nem, nincs, hogy nem érdemli, kéne, hogy legyen. Jár. Ez az utasnak. Hát ez nem megérdemli, ez jár, mert fizetek a jegyért, fizetek a bérletért, és nem keveset fizetek érte. És én például azok közé, az utasok közé tartozom, szerintem a többség közé, illetve nem szerintem, hanem egyértelműen a többség közé, akik nem blitzelnek, akik katonásan szerintem. Fizetnek a jegyért, fizetnek a bérletért, bármennyire is emelkedik az ára. Szerintem nap, ez, igen. Nap használják ezeket a járműket, egyszerűen jár nekünk, igen. A légkondi.
Igen, tényleg kíváncsiak vagyunk arra, hogy akik tudnak nyilatkozni, és nem lesz belőlük, vagy belőle baj, hogy nekünk nyilatkozott. Mondja már el, hogy ez, hogy hát van olyan hallgatónk, aki már nem dolgozik ott, de ott dolgozott. Hogy igaz-e az, hogy a sofőr nem kapcsol a klímát, akkor a busz kevesebbet fogyaszt, ez nyilván így van egyébként, és ha van spórolás, van prémium. Uh-huh. Havonta, évente megnézik, mennyit fogyasztottál, jól vezetted, nem nyomtad ki a szemét, nem hajtott a csapágyasra hajtókart, és ezáltal te kapsz prémiumot. Mert akkor gyerekek, az a szomorú helyzet, hogy a sofőr dönt arról, hogy bekapcsolja a klímát, vagy nem. Hiába adja ki a diszpécser, azt nem tudja ellenőrizni, hogy te megnyomtad-e azt a gombot, csak kiadja a diszpécser, gyerekek hőségriadóban, szegény igen. Nyomorultak, ott heringeskednek ott érted a buszon 50-en, 100-an, ne pusztuljanak már bele 10 megállóba, nyom már be nekik a klímát. Igen, de a mindenkire érvényes itinert az a fő diszpécser adja ki, okay. 24 Celsius fok felett kiadja, hogy kapcsolják be, illetve, hogyha ez alá csökken a hőmérséklet, vagy ezt elér, akkor meg azt mondja, hogy kapcsolják le. Igen, és hogy a BKK-ban nincs annyi emberség, hogy arra gondol, de tényleg komolyan mondom, hogy felszállnak azért idősek, akik nem szórakozásból mennek való, felszállnak azok, akik terhesek, állapotosak, gyerekük van, felszállnak kisgyerekek. A jelenlegi budapesti forgalomban utazol fél órát, 3-4 órát, beállnak a buszába, rosszul közlekednek az emberek, fél órát, egy órát kell egyébként ezeken a buszokon eltöltened. Tudjuk, hogy milyen idő van, ahol 40-50-80 ember áldogál. Lehet mondani, hogy én autóval járok, könnyű nekem, én nagyon sokat BKV-ztam, és higgyétek el, én azért haragszom, mert közben azokért is, akik egyébként ott állnak. Tehát az én haragom az értetek is szól. Hogy álljon már oda valaki tényleg, aki erről dönt, szálljon már föl, és menjen már el egy megállót. Komolyan mondom. Ezt elolvastam tegnap ezt a cikket, az agyam eldurrant. És akkor most azt mondják, hogy jó, akkor most beüzemeljük. Vége igen. A kánikulának egyébként. Tárgyalásokat kezdeményeztünk az alvállalkozókkal. Hogy legyenek szívesek. Igen. Van egy hallgatónk, Roland. Hello, Roland, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Hello! Te BKK-sztál, buszvezető vagy? BKV-s buszvezető, igen. BKV-s buszvezető. Na, hogy működik ez nálatok? Hogy van ez? Hát ugye van egy üzemanyag megtakarítás, vagy egy szorzó üzemanyag, és az alapján kapjuk meg. Akkor is megkapjuk, hogyha megy a légkondi. Na, akkor magasabb az szorzó. Nekünk a BKK mondja azt, hogy kapcsoljuk be a légkondit, amelyiken van, azt be kell kapcsolni, és akkor azt mondja, hogy kapcsoljuk, akkor kikapcsoljuk. Tehát, hogy kaptok egy központi utasítást arról, hogy ezt ugye mondtam. Na most, ha te spórolsz üzemanyagot, akkor te több prémiumot kapsz? Hát, de akkor is spórolunk, hogyha megy a légkondi. Hogyha olyan a szorzója. Hogyha a busz spórol, akkor ugyan spórol. De mi ez a szorzó? Tehát van egy szám, amit neked nem szabad túllépni, literszám? Nem. Van egy normája a busznak, amennyit fogyaszt. 15 liter, mondjuk. Most csak hát mondtam valamit. Igen. És van olyan bizonyos szorzók, útszorzók, mondjuk, hogy milyen útviszonyon mész vele, mondjuk. Meg van klímaszorzó is. Aha. És ez alapján számolják ki az üzemanyag megtakarítást. Ami most már kevés, mert ugye mindegyik buszban volt egy átfolyásmérő, ami nézte, hogy mennyi az üzemanyagfogyasztásod, ezek már elromlottak, és átlagba számolják. Na de akkor a kvóta szerint, ha mondjuk megy a légkondi, és te kapsz pénzt, de ha nem megy a légkondi, akkor még több pénzt kapsz, nem? Nem, akkor kevesebbet, meg kevesebb a szorzója. De nem tudják, hát nálad, ha kiadták az utasítást, hogy kapcsoljátok be a klímát, akkor a klímászorzó megy. Ha te nem kapcsolod be a klímát, akkor a klímászorzóval kapcsolnak. Nem hiszem, hogy mindegyik buszt egyébként egyenként ellenőrzik, és nézik egy nagy kivetítőn, hogy bekapcsolta Józsi a klímát. Tehát te klímászorzóval mész, akár klíma nélkül, nem? De ha lebukunk, akkor sokkal jobb a büntetés. Aha. Jaj, ha lebukhat, hát ha igen. Aha. De fölszállsz a buszra, és azon nyomva beszólsz a BKK-nak, ami most már seppertől megtörténik, akkor nekünk van egy bizonyos büntetésünk arra, hogy mennyi a... Uh-huh. Nem basztatok a légkondit. Nálad egyébként megy a klíma, vagy tud menni akkor is a klíma? Tud menni akkor is a klíma, ha az utastéren nem megy? Nem. Egybe van. Egyben. Tehát te csak akkor tudod hűteni a buszvezető fülkét, ha hűtöd az utasteret is. Így van. Tegnap Volvo busszal voltam, első három kanyaromban ment a légkondi, a negyedikre elromlott, ugyanúgy főtemén is benne, 38 fok volt az első fülkében. Mert nem volt benne klíma. Hát elromlott. Úgy mondta, hogy akkor kikapcsol a klíma magától. Fújta, csak a meleget. Uh-huh. Hát ez nagyon sok hallgatónk írja közben, hogy felszállnak, elvileg be vannak csukva az ablakok, jön valami a klímából, meleg, 30 fokos, büdös, ilyen poshat levegő,
De közben meg az ablakok nincsenek elhúzva, és megy a klíma, de nem megy, mert nem jön belőle hideg. Így van, így van. Az a klímának a hibája. És az emberek meg mint 10-12-13 ezer forintért meg megveszik a bérletet, és felszállsz egy 50 fokos buszra úgy, hogy az alvállalkozó spórol. Nonsense. De tényleg, komolyan mondom. Tehát, hogy a Bödösnek van igaza, gyereke. Csak nem a buszvezető tehet róla. Bödösnek van igaza. Lenne atombombánk, saját magunkra dobnánk. De ez komolyan. Ennél találóbb megfogalmazás nincs. Komolyan. Tehát ez nonsense. Mit mondtál, bocsánat, az utolsó mondatot nem hallottam. Szóval nagyon sajnálatos dolog, de nem a buszvezető tehet róla. Igen, csak sajnos ő van ugye a frontvonalban, ő kapja az utasokkal a hideget, meleget. Nagyon sok hallgató ír, és ez eszünkbe se jutott, hogy ugye az a verdikt, hogy azért nem használod az új buszt, mert az a klímával többet fogyaszt. Most egy 20 éves busz szerintem többet fogyaszt, mint egy új még klímával is. Nem? Hát, nem fogyaszt többet? Hát ha így lenne, akkor igen, mert a légkondi sok járnál. De mindegyik busznak megvan a maga normája. Aha, erről beszéltünk, igen. Azon vannak a szorzók. Szóval most hiába a régebbi busz, akkor is van egy alapfogyasztása, és van egy szorzó. Aha. Most hiába új busz, akkor is van egy alapformája. Ja, nyilván, ezt értem, de hogy a régi hát, ha többet fogyaszt. Te most az utóbbi két hétben egyébként voltál klímás buszon, ami működött? Voltam én. Tegnap. És ki, de tegnap pont kívül? Nem. Csak hogy kiadták ki az elmúlt két hétben, kíváncsi értem, hogy egyébként be kell kapcsolni. Nálunk kiadják, nálunk az összeset kiadják. Aha. Jó, hát legalább tudjuk, akkor nem a buszvezetők tehetnek róla, mi nem rájuk akartuk kenni, csak nem értjük a rendszert, hogy hogy működik. Arra gondoltam, hogy ha ő spórol, akkor prémiumot kap, de akkor van klímás szorzó. Roland, köszi, hogy elmondtad, remélem nem lesz baj, hogy nyilatkoztál. Nekem nem. De bármikor nyugodtan hívjatok, ez a számon bármikor utol értek én. Jó. De drága vagy, köszi, vigyázz magadra, csáva, hello. Szia. Na jó, nagyon sok SMS jött hallgatóink tapasztalatai alapján, úgyhogy folytatjuk mindjárt ezzel. Jó, 9:04 jövünk, Ákos híre után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3-4-90 pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És arról a hírről beszélgettünk, hogy több tucat klímás busz áll a BKK alvállalkozójának a telephelyén. A kánikulában költségtakarékossági okokból visszarakták a helyükre a régi buszokat. Ezt az Index írta meg tegnap, óriási felháborodást keltett, és erről a hírről beszélgettünk, hogy ez valóban nonsens. Mi megkerestük a BKK-t tegnap, feltettünk nekik néhány kérdést, választ nem kaptunk, szíves figyelmünkbe ajánlották a sajtóközleményt, amiben egyébként egy kérdésünkre sincs válasz, csak hogy hány légkondicionált busz megy, és milyen jó BKK-n utazni, és hú, de jó nekünk, és még 29 légkondicionált busz áll egyébként forgalomba, és hát hú, de jó mindenkinek, aki BKK-val utazik. Körülbelül ez van a közleményben. Miközben ugye azért, tehát nem arról van szó, hogy nincsen elég légkondis busz, mert ugye a négy alvállalkozó közül három járműflottájának a 100%-a klimatizált, a BKV által üzemeltetett buszoknak pedig a 38%-a légkondis. Tehát, hogy lenne busz, csak ezeket a buszokat nem rendelték meg. De miért is rendelték volna meg? Hiszen hőségriadó volt. Igen, én utaztam egyébként BKV-n, régebben, amikor még nem voltak klímás buszok, talán egy-kettő, én sokkal jobban szerettem, mikor nem ment a klíma, nyitva volt az ablak, jött a levegő, és a legjobb megoldás volt. Ugyanis utaztam olyan is, ahol klímáznak, ott meg olyan pára van, hogy megőrülsz tőle, bent áll 100 ember, nyomják a klímát, 90 fokos páratartalomban állsz, nem tudja úgy lehűteni, mert nem 10 ember utazik rajta, elszívja a levegőt. Tehát a legjobb, ha nem klímázunk, hagyjuk a fenébe, olyan buszokat rendelünk, baromi nagy ablak van, ki lehet nyitni, és a menet cél mindenkit kellemesen lehűt. Az, hogy nem megy a klíma, viszont nem lehet ablakot nyitni, bár azt mondják, hogy 60%-ban most már nyitható ablakúnak kell lenni, az a legrosszabb megoldás. Nem tud kinyitni az ablakot, viszont nincs klíma, és megdög lesz. Hát az mit ér, baromság, nem? Nyissuk ki, nagyra, hagyjuk a klímát a fenébe, hűtsön mindenkit a menet cél. Kabrió buszokat minden vonalon. A legjobban mindig azt szerettem, ha volt menet cél, jobban lehűt, mint a klíma. A klíma akkor jó, a 13-a vagy több buszon, és beszállsz a kellemes 22 fokba. Az akkor jó. Az embernél ugyanakkor nem meg, biztos, van, akit meg mondjuk ez a kereszthúzat, az ami zavar. Az, hát, hogy reggelenként például szokott olyan lenni, hogy egyéb okokból is kifolyólag, amikor mit tudom én, büdös bácsival utazunk együtt, mindegy, nem érdekes, akkor is leszokták húzni az ablakot, és reggelenként azért én például, amikor, hogy hívják, kifújja az agyat a fejemből a szél, mert hogy beülök egy olyan utastársam mögé, aki kinyitotta az ablakot, és
ki van tárva az egész, azért, hogy ugye kapjon elég levegőt, meg hát szóval ez egy kicsit ilyen ízlésbeli dolog. Igen. A légkondi meg mindenkinek szól. Igen. Már ha van. Az Exem a BKV-nál dolgozik, a sofőrök prémium érdekeltek, ha nem fűtenek, akkor abból is kapnak plusz pénzt, és ugyanezen a klímával Roland hablatyolt. Mi ezt nem gondoljuk, de Csilla, köszi, hogy elküldted. Nem csak a fogyasztáson spórol a BKK, hanem azzal spórolnak sokat, hogy mivel nem futnak az új buszok, nem kell őket karban tartani, ez a nagy pénz, nem a hajtóanyag spórolás, azt így is úgyis meg kell venni, ezt Laci küldte nekünk. A jó régi Ikarusok az összes elhúzható ablakkal együtt 35 litert fogyasztottak, szemben a mai modern légkondis buszokkal, ami 70 literes étvágyal rendelkezik. Na, ez telepes. Itt jön elő akkor nekünk. Ez a válasz arra a kérdésre, amit a Feri is feltett. Igen. A Volánnál is vettek pár éve új klímás buszokat, ami nem volt nyitható ablak, 35 fokban sem kapcsolták be a klímát, télen meg a fűtést. Én éppen most ülök a 7-es buszon, konkrétan felgyulladunk, ahogy Balázs mondaná, bruttó 35-38 fok van a buszon. Ez a klímakérdés többsebből vérzik, megy a klímás busz, a klíma csak hírből van, mert nincs feltekerve, de olyan buszokat vesznek, amiben nem lehet kinyitni az ablakot. Mi történik? Legalább 40 fok, és akkor a pára, mintha balin lennénk az óceán partján. A rosszulét kerülgeti az embert, nekem 99-es kocsim van, de hiába vagyunk benne öten, nem párásodunk. Pár hete, amikor 22 fok volt hajnalban, fűtöttek a buszon, ami többször előfordul, télen meg sokszor meg lehet fagyni, mert nincs fűtés, magyarázzátok persze meg. Hát valaki ezek a pici kis farmotoros buszok, én most az utóbbi időben többször is utaztam ezzel, a műtétem miatt, és a leghátul a farmotor mellett van még 3 vagy 4 szék, és én mindig próbálok meg olyan ilyen kicsit ilyen elszeparáltabb helyeket találni a buszon, nem ismertem ezt a busztípust, hátraültem, konkrétan lesült, majdnem meggyulladt a kapja rajta. Kicsi vizes levegővel csapkodta, a szaunamester megtartott egy szaunaszertartást, legyezett kettőt, hozta a sót, meg a mézet. Török, talpik szörbe, egy szál ágyi kötőben elkezdtek csapkodni, aztán megforgattak. Nem látta valahol a medencét? Mert a török fürdő után szívesen megmártoznák. Nincs, hogy valahol egy merülő medence, kérdezték, hát nagyon kemény, igen. Télesen nagyon kapcsolják be a fűtést a régebbi buszokon, beszélgettem egy sofőrrel, és ő mondta, hogy havi szinten 30-40 liter gázolajat spórol magának, ezt meg MacGyver küldte nekünk. Múlt hónapban 18 ezer üzemanyag megtakarítást kaptam, havi elszámolás van, cserébe a két város között 465-es szaunajegy váltható, amúgy ha okosan vezetünk, klímával sem fogyaszt sokkal többet. Kaptuk ezt is. Nem a klíma drága, hanem a VT Arriva, akinek a klímás buszai vannak, akik olyanok, mint olyanok, mintha a BKK-nak taxiznának. Az iho.hu-n utána lehet nézni. Ha jó, jó, Peti, ezt nem nekünk tudjuk, ezt sem megerősíteni, sem cáfolni, nem tudjuk, ahogy szokták mondani. Á, így van, igen. Na, hát köszönjük szépen az SMS-eket, reméljük, hogy ez a dolog megoldódik, kitartást mindenkinek, aki buszon utazik, szörnyű állapotok vannak, én nem tudom, hogy ez valamikor valaha lesz-e jobb, egy picit is reménykedjünk benne. Feri nincs, mert hogy azt játszottuk, hogy mondjuk ki annak az embernek a nevét, aki menjen egy kicsit aszfaltozni, és még a folyosóról is behaladszodott, hogy a biztonsági ember kiabál. Rákóczi! Igen, tettük mindezt úgy, hogy Feri nem volt itt, mi ketten pedig az ő nevét mondtuk. Így van, természetesen. Mire bejött, pedig közöltük vele a végeredményt, hogy Feri képzelt, kettőből ketten a te nevedet mondták, hogy próbált ki az aszfaltozást, amit a Loppert felajánlott, úgyhogy drága Ferink hősiesen így már van. Egy taxiba vágódott, bézen és megy a nullásra egy kicsit aszfaltozni, hőmérővel felszerelkezve, csak hogy megnézzük, hány fok van ott. Előtte még elmondott egy miatyánkot, egy üdvözlégyet a stúdióban, be Nico flexezte a bicepszeinek a helyét, mégiscsak fizikai munkáról van szó, és aztán elindult. Na igen. Szegényként, őt sorsoltuk. Istenem. Istenem, két ugye, milyen nagyszerű embert küldtünk ki aszfaltozni. Igen, ugye korán reggel arról beszélgettünk, hogy milyen munkát a legnehezebb végezni, és aztán Loper Dani is betelefonált, átadta a kis ajándékát, a közlekedési lámpát, és elmondta egyébként, hogy hallotta a reggeli megszólalást, szívesen meghív bennünket, hogy nézzük meg, hogy így a kánikulában milyen aszfaltozni, kipróbálhatjuk, mert hogy a nullást csinálják ott a török-bálinti szakaszon, és gondoltuk, hogy akkor erre hát nem hogy tudom ez lesz a legdurvább. Ferit. De azóta már rájöttünk, hogy a legdurvább az a BKK buszokon aszfaltozás. Igen, úgyhogy Ferit hívjuk 9 óra után, most pedig hármas ugrást játszunk valakivel. A hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Én úgy bírom a Ferit, bejött, ugye közöltük vele, jó, megyek, és indult. Ja, igen. Tehát az az alázat, az a fajta morál, az a fajta... De annyira jó lenne, hogy egyszer azt mondani, hogy tudod, egy picit beleáll a vitába, a veszekedésbe, egy picit, akkor is mennie kell, nyilván, de hogy érted, hogy mondd egyszer azt, hogy nem. Vagy menjél más, menjél te. Ne csak a szád járjon, ne engem küldjél állandóan. De te mész. Na jó, hát jó, oké. Igen, elment. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Gabesz vagyok. Szia. Hello, Gabesz. Honnan hívtál minket? Budapesten vagyok most éppen a kollégáimmal. Leakítod a rádiódat kicsit? Hogy ne.
Megtörtént. Jó, kollégáid mivel foglalkoznak? Na, azt is tudjuk, hogy te mivel foglalkozol, ugye? Igen, gépalkatrészeket forgalmazunk egy hidraulika szaküzletben. Hoppá! Hidraulika. Milyenek a kérdések, Jani? Azok nagyon jók. Nagyon jók? Aha. Azt nézem, hogy szerintem na, a hét legvihetőbb kérdéssora. Nagyon könnyűeket írsz most. Várjál, tegnap az elsőnél elvérzett a hallgató. Ja, az is igaz. Na, látod? Itt szól az első kérdés. Hogy nevezik azt az olasz édességet, amelynek a fő hozzávalói mascarpone sajt, tojás, babapiskóta és kávé? Ez a tiramisu. Ez így van. A hétvégén csináltam light versiont belőle, most a hétvégén csinálok egy málnásat. Ilyen volt. Tök jó. Találtam light mascarpone. Nagyon. Érdekel? Nem. Nem. Menjünk tovább? Mehetünk, igen. Így szól a második kérdés. Melyik hazánkban őshonos háziállat Hungarikum? Hungarikum, ugye? A szürke marha. Az. Szuper. Menjünk-e tovább, vagy álljunk meg? Hogyha nagyon vihető a kérdés, hogy milyen témája a harmadik? Sport, és rettenetesen primitív kérdés. Sport, moslői gól, de nem az, nem ez a sport, egy másik. Menjünk bele akkor ebbe a dologba. Jó, így szól a harmadik kérdés. Melyik sportág világhírű képviselője Garry Kasparov? Ő egy igen kimondottan híres sakkozó. Előre benyomtam a tapsot, éreztem a megkönnyebbülést a mondat elején már. Szép volt, Gabi, ezt megvan az ajándékcsomag. Nagyszerű, köszönöm szépen. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm. A kérdés sor is. Jaj, most ne legyél ennyire szerény. Hidraulikában és általános műveltségben verhetetlen vagy. Ez egyértelmű. Megkeserítsen el a tudat, hogy ezt egy 8 éves gyerek is megválaszolta volna, mert ez nem volna az értéke. Nem fog, köszi. Küldjük az ajándékcsomagot, ügyes vagy. Köszönöm. Köszönöm. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hello. Öt félénk gyerek? Ez volt a Shy Guys. Öt félénk gyerek, vagy valami ilyesmi volt, vagy ez már az így hónap mirigy paródia volt. Hello. Az már paródia volt. Igen. Na, hallgatóink jelezték, hogy a Belizi rádiónál változások vannak logó ügyben, úgyhogy 9 óra után kicsit utána járunk ennek. Mit csináltak, mit változtattak, milyen az új logó. Két napja ugye megszálltuk őket, most pedig próbáljuk seregeinket. Hát egyelőre sikertelenül visszahívni. Na most nézem. Szeretik a portyázást, ott maradtak, jól érzik magukat Belizben. 7000-re felvittük a 800-as like számot. Most pedig. Aha. Csak mondom, hogy még 4116 emberünk még mindig Belizben belez. Igen, szerettük volna a seregeinket visszahívni. Egyelőre ebben kudarcot vallottunk, viszont hallgatóink már kora reggel jelezték, hogy a Belizi rádió változtatott a logón, és valami egészen mást találta ki, úgyhogy 9 után ezt is megnézzük, mi most a Belizi rádió logója, a mi Morning Show-s logónk helyett. Vagyis eredményes volt a megszállás. Így van, és most már egyébként a következő projekten gondolkodunk. Valószínűleg az lesz, hogy felviszük Kárász Róbert like számát, és elhitetjük vele, hogy tényleg gigasztár. 8500-ra. Igen, úgyhogy megnézzük ezt is, és felszólítjuk hallgatóinkat, hogy vonuljanak le tényleg a hadszintéről, hagyják ott a belizieket, ne portyázzanak, ne ejtsenek túszokat, ne bántsanak senkit, vonuljanak vissza. Jó? Még mindig 4500-an vagyunk. Egy idő után tényleg úgy tekintünk rájuk, mintha dezertáltak volna, és szeretnénk, ha ők is visszajönnének Belizből. Vagy ha pedig ott kikiáltanak egy független magyar államot, vagy akkor pedig egy, is. Így van, akkor megyünk mi is hozzájuk. Akkor megyünk mi is. 4 perc van 8 óra, az nem, az már elmúlt, sokkal inkább 9. Jövünk Ákos, ide jutak. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. A műsor a Berokka pezsgő tablettától pörög. A Morning Show támogatója a Berokka. 9 óra múlt, pontosan 9 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. És folytatjuk már Feri nélkül. Így van, Feri kifele tart egyébként az M0-ás környékére, mert hogy egy aszfaltozásban szeretne részt venni minden áron. Nem tudtuk megállítani. Nem, mondtuk neki, hogy ne menjen, ne, meg Feri, hogy ne. Meleg van, és hogy ezt most ne próbálja ki elopertani. Drága volt, hogy ezt felajánlotta nekünk. Mondtuk, hogy jó, majd kimegyünk. Hát tényleg azért ez kemény meló, ráadásul ilyen kánikulában, de Feri egyszerűen megállíthatatlan volt, és azt mondta, hogy
ha lehetősége van rá és mehet, akkor ő ezt nagyon szívesen így kipróbálja. Van. Ma ne, egyszerűen nem tudtuk megállítani. Ha nem aszfaltozhat, akkor felmond, és akkor Balázs mondta, hogy akkor ám legyen, de nem, akkor is. Tehát, hogy ment. Ment, és nem valamiért neki ez bejött nagyon ez a dolog. Igen. Mi is nagyon tiszteljük őket. Hát én akárhányszor láttam autóból az aszfaltozókat, ahogy ott dolgoznak, mindig az jutott az eszembe, hogy úristen, hogy ebben az időben ezt csinálni. Mondjuk ugye élelmiszeriparban dolgoztam, tanultam elég hosszú időn keresztül, és a pékeket is mindig ilyen szent borzatája figyeltem, hogy ezek is éjjel-nappal állnak a kemence mellett, vetnek, és akkor gyakorlatilag szakad róluk a víz, izzadnak, 10 liter számra fogyasztják a mindenféle védőitalokat, ami a leginkább ásványvíz nyilván, vagy ilyesmi, de és ezt csinálod. És balatoni lángos sütők? Hát igen, az kemény meló. Az kemény meló. Mondjuk szegényeknek nem hosszú a szezon. Uh-huh. Nem? Hát nem. Nem. Májusban még nincs senki, augusztus vége már elfogynak a vendégek. Uh-huh. Tehát ők szerintem még talán szívesen is állnak ott. Abból a szempontból, hogy legalább megy, ha mondjuk családi vállalkozás, vagy uh-huh. olyan biznisz. De nem elsődleges szempont számukra, hogyha végre el tudnak menni valahol nyaralni, hogy legyen ott szauna is. Igen, ma már úgy is megszokták, igen, szegények. Na nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet az utakon. M7-es bevezetőn belső sávban baleset van, Tündi küldte nekünk. Ez, hát most azt írja Tündi, hogy az M7-es bevezetőn a belső sávban, ugyanakkor óriási baleset van az M1-M7-es közös szakaszán Budaörsnél kifelé alakul a sor, akkor lehet, hogy mindkét oldalon baleset van, az SMS-ek szerint igen. Több kilométeres, igen, több baleset az M7-es kivezető szakaszán, már a mentő is kint van, áll a forgalom, mindenki meneküljön. Ez a budaörsi kihajtó előtt van, hatalmas a dugó, csúnya baleset, rengeteg mentő, tűzoltó autó, úgyhogy ha tudtok, akkor kerüljetek az M1-es, M7-es kivezetőjét, mindenki felejtse el, mert nem lehet átjutni. Brutális hármas karambol van Budaörsnél kifelé. Cseniza is elküldte nekünk, köszönjük szépen. Aztán az M6-oson fotóznak a 181-es kilométernél. Uh-huh. Pécs felé Mezőkövesd, Mátyás Király úton mérik a Zsóri felül érkezőket, zöld Skoda Oktáviából MBG küldte nekünk. Mosonmagyaróvárban van egy trafi, a Mosoni templomnál világos barna transporterből. Na, hoppá. Mi van? Megkoszolódott a fehér. Igen, a transporterből ritkán szoktak mérni. A 8. utas küldte nekünk. Baleset az M0-ason, az M3-as felé a Csömöri lehajtó előtt, teherautó az árokban, valamint a Jászberényi út is totál beállva az éles sarok felé. Egyelőre még nincs éles az országban az Armageddonnak, amit beharangoztak mára. Azt mondják, hogy majd valamikor, mit tudom én, dél környékén fog beérni az országba, és aztán átzúdul az egész Kárpát-medencén. De egyelőre még nem látom, hogy bárhol is esne az országban. Még nem. Most délelőtt vagy délután érkezik majd meg a hideg. Jó, és átsöpör az országon. Akinek nincsen kocsi beállója, vagy nincsen garázsa, akkor ez tényleg készítse szőnyeg darabokat. Jó, ha nem akarja, hogy elveri a jég az autót. Igen, vörös riasztást adta ki szinte az egész országra. Győr, Moson, Sopron, Komárom, Esztergom, Veszprém megyére másodfokú, a többiekre harmadfokú figyelmeztetést adtak ki. Bizonyám. Erős hidegfront. Mondjuk nem baj egyébként, nem? Uh-huh. Ránk nem. Fér. Nem. Már olyan keveset aludtam, olyan gyűvös vagyok emiatt. Na. Ne legyél már nyűgös. Te nem vagy? Bírod? Tudod, hogy én nem vagyok nyűgös. Csak szomorú, ha te nyűgös. Na, egy mondat a Morning Show logóról, amivel ugye hadjáratot indítottunk a beliziek ellen, úgy néz ki, hogy zárnunk kell a dolgot, mert a Sugar City Morning Show Belizben megkapta a nem hivatalos ügyvédi felszólító levelet, amit hallgatóink küldtek el nekik, mert hogy mi is küldtünk volna a levelet, inkább kevésbé hivatalosat, mint hivatalosat, egy vicces hangvételűt, de hallgatóink megelőztek bennünket, széttrollkodták az oldalukat, és a totális letámadás után ma reggel kiderült, hogy már a tegnapi adásban egy új Morning Show logót használtak. Na. Nem a napocska van rajta fülessel, mosolyogva, hanem egy logó, amin mosolyog a nap, de nincsen igazán szeme, és a két kezével széttolja a felhőket, mintha éppen ébredne, és megváltoztatták a logót. Tehát máshogy néz ki, nincs rajta füles. Ott fut a gyába, serege nyomába. Keze van a napnak, kevesebbet mosolyog, és felhőket tol Na. szét. Ez az új logó, a YouTube-on meg tudjátok nézni, a tegnapi adás fönt van. És nézzétek meg, hogy ezeket akitől lopták el. Járjatok utána, és írjatok nekik újra a levelet. Ne, megváltoztatták, tehát jó arcok voltak. Ennyi. Nem, mint egyébként ebből bármilyen ügyet csináltunk volna.
Jó. De hallgatóink elintézték. Egy család vagyunk. Aki a családunkkal kezd ki velünk ezt. Így van. Az mondjuk egy dolog, hogy most a családunk egy része még mindig ott tartózkodik, cirka 4000 ember a honlapjukon, de ők is majd szépen lassan szerintem majd lemondanak róluk, vagy belehallgattak az adásba, és nagyon bejött nekik. Az a hangvétel. Nagyon tetszett nekik. Az igen. A hely. A hely, a nevetés, az offshore paradicsom, és ott maradtak. 700-an voltak ők, uh-huh. 8000-en lettek durván, és abból 4000 hazajött. Igen. 4000 ott maradt. Ez nekünk picit fáj. Igen, sajnos ez mostanában így előfordul velünk magyarokkal. Hogy sokan mennek igen. el, és kevesebben jönnek haza. Igen. Na, jól van, köszönjük mindenkinek. Mindenhol jó, de jobb, mint otthon. Sajnos, igen. Köszönjük mindenkinek a közreműködést. Ezt a dolgot lezártnak tekintjük, megoldottuk szépen, lassan szállingózatok hazafelé. Jó? És diszlájkoljátok a Belizi oldalt. Vagy maradjatok és nézzétek, hogy mit csinálnak. Barom izgalmas riportokat csinálnak. Tegnap egy fonógyárban voltak. Éppen. és megmutatták, hogy hogy működik. Mi van Ferivel? Hívjuk föl, csörögjünk rá, kérdezzük meg, hogy áll. Jó? Ha még nincs ott, akkor addig zenélünk egyet. Itt vagyunk egy dugóba Hungárián, tudod. Ott mentek el a baleset mellett, úgyhogy... Reméljük nem érintettek a balesetben. Belefutottak ők is. Nem érintettek, csak belefutottak. De mindjárt fölhívjuk, elmondja, hogy milyen baleset. Legalább elmondja, hogy pontosan hol van a baleset, mekkora baleset és mi a helyzet. Kinek az autójával mentek? Lacijéval? Hát, Lacijéval? Uh-huh. Jani? Taxi. Ja, taxival mentek. Ezt csüket is. Kész vagyok. Ali! Jani! Ali! Taxi! Feri! Laci! Marci! Nem. Na, hívjuk fel. Szegény, hogy benézte ezt az aszfaltodást. Ja, lehet, ha menni akart, a fene vigyel. Hát most érted, nem állhattunk az útjába. Hát tudod, hogy milyen csökönyös. Hívod ma még, Anna? Aha, ne akarja felvenni. Mindenki be van lassulva a melegtől. Uh-huh. Tessék? Egyik kézzel már az aszfaltot kavarja? Gondolom. Aha. Aha, ahogy Balázs, így van, figyel, ahogy Balázs szokta mondani, ne féljünk a csendtől, én most nem. Viszonylag sok lesz. Én bírom. Mert van egy ilyen rádiós reflex, hogy a csendet hall a rádiós, elkezd beszélni, pont az ellenkezője vagyok. Aha. Egy percig is bírom, hogy senki nem szólal meg, csak ne induljon el az imént. Én mindig arra vagyok kíváncsi, hogy kinek kordul meg először a gyomra, hogy kipukizik. Halló! Halló! Na! Istenem, hát miért van az? Miért van az, hogy hármunk közül a Balázs szereti egyedül az aszfalt illatot, és én szopok itt kint? De miért van ez? Nézd, hát ezt mi se értettük, de hát ha ennyire menni akartál, ha ilyen hát rendes vagy, hogy te elmentél megnézni, hogy mit csinálnak ilyenkor az aszfaltozók, hát nem tudtunk mit csinálni. Nem bíztam magammal. Na, akkor először baleseti helyszínen is, hogy helyzetjelentés, valóban, már pont írni akartunk a Lacival, amikor elkezdted mondani a baleseteket. A kifelé vezető szakaszon kettőbe futottunk bele, ez még az M1-M7 között szakasz, ott a körforgalma felüljáró alatt vagy előtt van. Az első az is viszonylag vészes, de a második inkább, mert ott már tűzoltó is van, meg ki kell vágni valakit az autóból, úgyhogy az csúnyább, ott három autó ment, és az egy ilyen belefutásos hátulról. Az első, amivel találkozol, ott meg megpördült egy kis autó, meg egy furgon. Úgyhogy gyakorlatilag így állunk. És ebben a pillanatban álltunk meg az építési helyszínen. Most egy gyönyörű betonkeverő tolat rá a taxira. Nem baj a kolléga, ne idegeskedjen. Jó, semmi gáz. Ezért jöjjön a saját kocsival mentetek. Így van. Figyelj, akkor öltöz át, készülj rá, mi buzsigálunk egyet, azzal nincs baj. És akkor visszajunk egy pár perc múlva. Jó? Hát legyen így. Szerint jó, készülj rá, ízítsd a hőmérőt, aztán... Én vagyok, uraim, semmi gáz, ízítsd is indulat. Ki ez a hülye? Ki ez hozzá? Ez volt az artikus, na mindjárt hívunk, jó? Hívunk, ciao, hello. M7-es autópálya a Balaton lelei kivezető előtt kint van a háromlábú, de nem zongora, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki, mi pedig jövünk mindjárt, és kapcsoljuk Ferit. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Fél tíz lesz, pontosan 8 perc múlva. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk. Arról beszélgettünk arra reggel, ugye, hogy milyen nehéz fizikai munkát végeznek emberek ebben a melegben, és kinek lehet a legnehezebb, és aztán sok szakmát, sok foglalkozást felsoroltunk. Nyilván az aszfaltozók is szóba jöttek, és nem terveztük, hogy ma meglátogatjuk őket, csak ami Lopper Dani, ugye a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT kommunikációs vezetője betelefonált, és felajánlotta nekünk, hogyha van kedvünk, hallott a reggeli megszólalást, menjünk ki és nézzük meg, hogy zajlik egy aszfaltozás, hogy nem
kettőből ketten Feri nevét mondtuk. Megdöbbentő. Bár ezen a szavazáson Feri nem volt jelen. Így van, de ha nemet mondtunk volna egyébként, mint ahogy azt nem tettük, akkor is egyébként Feri ment volna, mert egyszerűen annyira, mint tényleg még az átlagosan is erőszakosabb volt. Igen, menni akart, nem, érted, nem mindenki félreölkött, és ment, és húzta föl. Én láttam egyébként, hogy a munkacipője is van neki. Igen. Készült, nem is tudta, hogy megy, de készült, igen. Levette a vizet, a Geyser vallott, hogy hívják, méretre készített olasz bőrcsukáját, igen, amit kengurubőrből neki, kizárólag neki készített. És felvette az aszfaltozó cipőjét. És felvette az aszfaltozó cipőjét. Na, a vonalban már aszfaltos Feri. Jó reggelt! Jó reggelt! Ja, mindig van nálam egy aszfaltozó cipő, ezt jobb, ha tudjátok, és nem kengurubőrből van, hanem krokodilból az eredeti. János, nagyon sajnálom, hogy ezt nem vetted észre. Retett módon megkülönböztetve értem magam, mert mindenki zöld láthatósági mellényben van, és így csendesen nekem egyet ide dobtak, hogy adjátok rá a hülyére azért a narancssárgát. Tehát én vagyok egyedül narancssárgában, a többiek zöldben, munkavédelmi kobakban vagyok, ami kötelező ugye az építési terület miatt. Na most csak annyit mondanék nektek, hogy kiszálltunk a taxi autóból, amely ugye légkondicionált, jobbra tőlünk egy búzamezőn aratnak, tehát az összes port fejva mindenfajta retek az ránk száll, és a tűzőnapon áll mindenki. Atya Isten. Úgyhogy így állunk. Akart-e rögtön tudni egy aszfalt hőmérsékletet, mert van egy aszfalt hőmérő. Hogyne, persze, mondjál fokokat, hát abból érezzük, hogy milyen meleg van ott. Következő a helyzet, az aszfalt terítési hőmérséklete 140 fok környékén működik. Na most ezt már leterítették ide nekem, hogy érezzem a jó hangulatot, és azt mondta itt a kollega úr, hogy rettenetesen sokat hűlt, tényleg ez már vérzik ki, hogy én csak 120 fokra jöttem ki. 120 fokos aszfalt mellett állok, én okosan hosszú farmerban vagyok, amin ugye mi tudjuk nem meleg, megdög lesz, a fölülről a nap süti a kobakot, ami a fejeden van, alulról pedig az aszfaltból gyakorlatilag ömlik. Figyelj, Feri, a hőmérséklet, és jó nejlon mellé van. Figyelj, rajta. Most ő magamhoz képest nyilván nagyon okos leszek, hát ott akkor nagyon komoly égés és sérüléseket is össze lehet szedni. Ha például itt lefeküdnék ittasan, akkor igen, de ugye munka közben nem ittunk. Nem akarsz lefeküdni. De nem, eszembe se jut az aszfaltra lefeküdni, egy ilyen kis, mi ez, tömörítőgép? Vagy ez egy munkahenger, azt mondja. A patkahenger, vagy atka, ezt nem értem pontosan, ez megy mellettünk. Na most az az ember, aki ezen ül, ez egy nyitott szerkezet, tehát őt is felülről süti a nap, és ő így a 140 fokos aszfalt fölött, kérlek szépen, így okosan autózik. Embertelen körülmények vannak, árnyék sehol, illetve most egy kicsit, ha vissza tudnék menni, akkor egy felüljáró alá behúzódnék, de hát ők nyilván nem ott fognak aszfaltozni, hanem mennek szépen tovább, úgyhogy a tűző napon van mindenki. Itt van mellettem a projekt vezetője Juhász Sándor úr, akitől az első, rögtön az első kérdés, hogy van-e védőital? Tehát adtok-e valamit inni? Így van, ásványvízzel tudom szolgálni, szervusztok, üdvözletek. Ezek kötelező elemei az építési területen annak, hogy az embertéket úgymond ellássuk mindenféle védőanyaggal. Most valamit rosszabbul hallunk, Feri. Igen, mert a projektmenedzser úr úgy látszik, hogy átment valami közben, volt egy döccenő. reméljük, hogy nincs komoly baj. Itt vagytok még? Itt vagyunk, most jobb. És átlagosan mennyi védőitalt fogyasztanak el a munkások egy nap? Mennyi védőitalt fogyasztanak el a munkások? Körülbelül egy nap 3-4 liter. 4 liter, de a kolléga, hogy mutatja mellettünk, hogy röspő igény volna többre, de azt itt nem lehet. Várjatok, mert most pont egy gép van mellettünk, úgyhogy nem sokat hallunk benne belőletek, egy picit arrébb megyünk. Most jól hallunk egyébként. Most jó. Igen, csak pont mellettünk tömörítés folyik. Úgyhogy ez van, tehát 4 liter az, amit egy ilyen műszak alatt 8 órát dolgoztak, ugye? Sokkal többet. 10-11 órát, 12 órát is dolgoznak a fiúk. És az még a tegnapi nap 39 fok volt, úgyhogy ez itt elég kemény a friző napon ebben a hőmérsékletben, és ebben az időszakban egy ilyen volumenben. Ilyen óránként kötelezően kiadott vagy pihenő van? Pihenőidők vannak, igen, hogyha látok pihenő embertéket könyökölni, ásolni, lapáton, bármint, azok akkor adok. Azok az idők. Le lehet ülni a pihenő időben? Le lehet ülni, le is kell, sőt árnyékba kell vonulni adott esetben. Szokott lenni napszúrás, azért beszélt előtt, tehát védők alap, egyéb fehér ruházat,
világos ruházat, ez kötelező. Aha. Atya Isten, szegények. Hát gondoltuk, hogy kemény. Védőszalmak alap, tudod. Igen. Csak ezt hallod. Kicsit gyulladásra belobanhat. Gondoltuk, hogy kemény. Na, tudsz ott valamit csinálni, Feri? Hogy még egyszer a kérdés. Hogy tudsz-e valamit csinálni? Igen, igen. Aha. Igen, az a helyzet, hogy mellettünk van ugye az M0-as autóútnak a már működő szakasz, és itt komoly forgalom van, tehát azért nem hallunk néha, de most visszavettem a telefont. Hengerelni, a legnagyobb hengerelővel őt szedjük ki, ne fogok ülni egy hengerelőben. Aha, nyilván átgondolták, hogy mi az a munkafolyamat, amiben nem okozol akkora kárt, hogy ne tudják helyrehozni a mai során. Ha óvatosan ráhúznám a patkára a hengerelő gépet, jó napot, engedjen be kérem, üdvözlöm, ha behúznám a hengerelő gépet a patkára, és az M0-ás már működő szakaszára ráhajtanék, szerintem marhára örülnének neki. Jó napot, kívánok! Mi a maga neve? Pásztor János. János, nagyon jó, de van légkondicionáló? Nincsen. Miért nem lehet kérni? Az olyan, mint a BKK-ú gyerekek. Hát igen, igen, igen. Ebben sem, vagy lehet, hogy van, de nem engedik. Meg ide leszettem a magamat. Én mondom a felszereltséget, egy darab bontott sós mogyoró, az van és vibrációs készülék. Na, hát menj be, próbáld ki, és csináljatok sok fotót, jó? Jó, fotózunk. Jó? Fotózunk, kérlek szépen, elindultunk hengerelni, itt vannak az ablakok, semmi levegő nincs a fülkében, és mi okosan kimegyünk a napra. Atya Isten, ügyes legyél, vigyázz magadra. Igen, jó? Valami, egy rozét azért ott vegyél magadhoz, te mindig megérzed, jó orrod van, megtalálod. Ha van ott egy üvegpia, azt megtalálod. Az biztos lehet benne, bármelyik kocsi. Ülés mögött, ott kerest. Belső zseb. Ja, belső zsebben van. Maga iszik rendesen? Igen, igen. Na, csak vissza. Tudom én, nyilván a jó szaki az. A forró aszfalt még egyszer 120 fok, de terítésnél 140, ülünk fölötte és süti a nap a fülkét. Ez egy remek meló. Aki úgy érzi, hogy ilyen panaszkodni valója van, annak ajánlom, hogy jöjjön ki egy napra. Biztos, hogy nagyon kemény. Feri, vigyázz magadra! 10-ig ott kell lenned. Igenis. Dolgozzál. Sőt, akkor már lenyomok egy 12 órás műszakot. Persze! Ciao, köszi, beszéljünk, gyere majd, hello! Ja. Ciao, hello. Fú, gyerekek, hát azért ez nagyon kemény. Az ember nem is tudod, nem? Vagy nem is gondolod, hogy sokszor az ember tényleg azt hiszi, hogy neki milyen rossz egy adott élethelyzetben, vagy szituációban, aztán egy ilyet hallasz, és akkor úgy nem az, hogy más kárának örülsz, vagy az jó érzéssel tölte, hogy másnak rosszabb, csak amikor azt hallod, hogy valaki mondjuk ezt csinálja 12 órán keresztül, vagy 10 órán keresztül, akkor azért úgy realizálod, hogy a te problémád az adott élethelyzeted, az a szituációban vagy nem is biztos, hogy annyira picit, rossz. Picit mindig helyre teszi az ember. Nem? Vagy mindig helyre tesz egy kicsit, hogy úgy lásd a saját problémáidat úgy, hogy mivel küzd mondjuk egy másik ember. Éppen megpróbálok elmerülni, vagy nem megpróbálok, de úgy tűnik, hogy elmerülök az önsajnálatban, és akkor azt nézem, hogy mondjuk egy építkezésen fönn dolgoznak a tetőn, és húzzák föl, mit tudom én, a falakat, és azt látom, hogy egyébként mindenféle árnyék nélkül a tűző napon 40 fokban ott meloznak. Egyébként szerintem ebből a szempontból az építőiparban dolgozókat ők érdemlik meg a legnagyobb respektet. Hát, hogyne, persze, hát ők is, akik kint vannak a pusztán, akik aratnak, pékek, hát rengeteg olyan munka van, ahol 70-80-90 fok van, pékségekben, tényleg, brutál. Idő van. Na jól van, mutatjuk mindjárt a nap a legjobb pillanatait, jó, jövünk ezzel, illetve igen, mondtam Ferinek, hogy jöjjön vissza, de valószínűleg már nem ér vissza, mert 10-ig dolgozik, úgyhogy Ferencnek már kimenője van. Hát így van, megöltött az elszabadult hengerelőgéppel, érted? Igen, ő ez egy ismerőtött még. És megkezd az álmok futás. Vitt egy fél kiló kolbászt. Rákóczi, álljon már, meg legyen kedves, az ott még nincsen kész, az meg már le volt, ámbülös. Az már nem a mi útszakaszunk, ott már nem mi csináljuk, álljon már meg. Ferit ismerve körülbelül negyed óra múlva egyébként előkerül fél kiló Csécsi szalonna, valamit földob igen, az aszfalt fölé, kicsit a serpenyőt, bedob egy kis kolbászt, beleaprít, és 3-4-10-kor ott már 3 tükörtojás. Hát, főzni jobban tud, mint vezetni. Jöjjenek, uraim, összeütöttem egy jó kis reggelit. Nem baj, ha keresztben van a szalonna, az ott a henger előtt le kéne válhozni valahogy az M0-ásról, picit hozzon a sor, Rákóczi úr. Igen, tehát ott 3-4-10-kor már piknik lesz, egy üveg bor is előkerül Feri autójából, a taxiból valahogy, úgyhogy szerintem ezt megoldja. Aztán tegeződnek, végül pedig verekednek. A szokásos törzsfejlődés ott van Feri van tulajdonképpen. Ismerkedés, evés, ivás, verekedés, hazamenet. Nagyjából meg vagyunk. 9:30 múlt pontosan, 2 perccel jövünk mindjárt. A nap legjobb pillanataival. When they strike, we feel the love.
Itt vagyunk, 3-4-10 lesz ennyire pontosan. Nem nagy a baj. 3-4-10 lesz pontosan 8 perc, nem, nekünk az a dolgunk, hogy felé basszuk az embereket. Van, érted. Most többen elindultak a gáztűzhely felé, berúgják a fejét. Tényleg, nekünk feladatunk, és mi azért dolgozunk, hogy az emberek jókedvűek legyenek, és felébredjenek. Így van. Nem, ez nem. A borot vállal a borost ellen, ne a torok ellen, légy. Azt mondja, hogy az M6-os aszfaltozása közben megsütöttünk pár kiló kukoricát, meg kolbászt, jó buli volt. Gyerekek, mi a helyzet a biztonsági őrökkel, az alumínium bódé, ami hajnalban 45 fokos. Ezt a témát azért csináltuk meg, hogy kicsit szolidarítsunk mindenkivel, tehát senki ne vegye magára, ha valakit kihagytunk. Pont azért foglalkozunk akár az aszfaltozókkal, a pizzasütőkkel, a szakácsokkal, a bárkivel, aki meleget csinál. Hogy... fenn dolgozó úriemberrel, ahol nincsen ugye légkondi, nincs gyakorlatilag csak a tűzőnap, és a szintén egy bódé, mindenkivel szolidaritást válunk ebben az időszakban, mert borzalmasan kemény lehet a melójuk. Próbáltuk ilyen 42 fokos konyhán a 400 fokos fatüzelésű kemencében forgatni a pizzát 12 órán keresztül, és nálunk nincs olyan, hogy most már 2 órája nem álltál meg, pihenj kicsit. 31 fokban hagymaföldön kapálunk, ingyen szauna, ezt Zoli küldte nekünk. Mi kint dolgozunk a legelőn, az is higgyétek el, nagyon kemény. Brutális, Erzsi küldte. Tüzet oltani se lányálom, ilyenkor tudom, tűzoltó vagyok, jött ez is SMS-ben. Köszönjük szépen. Jöhetnétek a Szigligeti várba is falazni, mi ezt csináljuk, itt is brutális a meleg. Na, oda mondjuk mennék. Igen, mondjuk Janival ezzel nem annyira szúrtok ki. Így van, sőt, igen. Ajándék. Igen. Fűkaszálunk egész nap, a nap szétsüti az agyunkat, hosszú ujjukban nem jó, rövidben nem jó, hosszú nadrágban nem jó, rövidben áhagyjuk. Szegény. Jaj, Kátrány szigetelést végzünk tűzőnapon. Műanyag bili a fejünkön, ráadásul jól érezzük magunkat, gázperzselő az, is ad hőt. Védőital az, amit hozol magaddal, reggeli idő 15 perc, ebédidő 40 perc, 7-től 5-ig meló, ezt István az kőkemény, amikor ezeket a kátrányozó csíkokat szépen így görgetik le, és akkor az egyik úriember görgeti, a másik pedig a perzselővel olvasztja fel, és így ezáltal tapasztja rá a tetőt. Nagyon kemény meló. Nagyon. Miért nem éjszaka aszfaltozzák az utakat? A melósnak is jó lenne, az autósoknak is, külföldön sok helyen este, éjszaka csinálják, csak nappal nem. Hát ez gondolom feláras, éjszakai műszak, szakszervezet, többet kell fizetni. Tehát ennek gondolom, hogy anyagi okai vannak elsősorban. Próbáljátok ki az aratást, 70 fok van a tarlón. Atya úristen. A bringás futár vagyok, higgyétek el, én se fázom. Igen, tűzoltó vagyok, beöltöző védőruhában, brutális a hőség. Ezt is SMS-ben kaptuk. Jó, hát mindenkire gondolunk természetesen, ezt a témát azért csináltuk, hogy kitartás mindenkinek. Mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Egyrészt beszéltünk arról a hírről, ami egy érdekes dolog, kitalálták, azt hiszem talán pont Finnországban, igen, hogy visszajár a koncertje egy árából, ha nem voltunk elégedettek egy bizonyos koncerttel. A fogyasztóvédők azt mondták, hogy a zenész fellépése jóval alul múlja azt a színvonalat, ami racionálisan elvárható lett volna, akkor visszajár némi pénz a belépő árából. Ez egy humánus megoldás. Így ugye? Van. Itt nem szubjektív dologról van szó, hogy nem adta elő azt a dalt, nem volt jó a gitárszóló, hanem a részeg, késik, beteg, rövidebb a koncert, láthatóan nem beszámítható, és nem az a minőség szólal meg, amit megszoktunk, akkor a finnek visszaadnak egy kicsit. Vagy visszaadásra kötelezik a koncertszervezőket. Ez egy jó dolog. Tökéletesen jogos. Ja, nyilván vannak elvárásait az előadóval kapcsolatban is, hogy ezek nem teljesülnek, mit tudom én például, törvényre egy TNT koncerten Ákosnak haj van a fején, én biztos, hogy vissza kell lenni. Én is gyanakodni kezdenék. Igen. Hogy dublőr. Igen, és az Inti jól énekelne. Négy. Akkor is szintén. Vagy nem lenne kongaszóló. Vagy hiányozna a kongaszóló. Egyébként imádom őket mind a két, ez nagyon jó art. Kedvelem őket. Arra kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk, hogy melyik magyarországi világsztár, vagy éppen magyar sztár koncertje volt csalódás, miért, mi történt, és ki melyik koncert után kérné vissza az árat, ha erre lehetősége lenne. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig egy kicsit komolyabb volt. Ugye kiderült, hogy hát a BKK járatain nem működnek a klímák, és a klimatizált buszok pihennek, amíg alacsonyabb fogyasztású, régebbi, klíma nélküli buszok futnak. Bosszankodtunk kicsit szerintem joggal. Olyan, mint hogyha mondjuk nyáron sóznák az utakat. Igen, és próbáltunk utána járni, hogy mi lehet ennek az oka, egyáltalán miért van az, hogy hőségriadó van, két hete az egész ország szenved a melegtől, a klimatizált buszok pedig áldogálnak a garázsban, és a rosszabb buszok futnak. Hát ez felháborító. Erről beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en.
10 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szevasztok! De jó a Ferinek, ugye? Hogy kipróbálhatta ezt a melót. Én most egy picit figyelem, hogy ő most kim van, és egy óra múlva megint itt lesz majd. Hát onnan megy tovább Velencére. Nézzük az előnyeit. De az autója, az autója. Hát akkor legfeljebb nem viszi el. Hát most nagy ügy. Stoppol. Én illed a Ferit, hogy kipróbálta? Nem is a Ferit, persze a drága, hogy kiment meg aranyos, de az a meló, amit elmondtak, hogy amit csinálnak. Egyébként tehát ők mindig elképesztő. Elképesztő. Ez a legkeményebb meló. Hát az egyik legkeményebb, igen. Nagyon, ez a 150 fokos aszfaltot ott 10 órán keresztül, így fél óra szünettel azért ott és általában abajgatni. Azt nem tudom, megfigyeltétek-e, de azokon a területeken, ahol aszfaltoznak, nincs nagyon árnyék, tehát nem erdő közepén szoktak aszfaltozni. Igen. Nem a csalagutat aszfaltozzák éppen. Hát, respekt és tisztelet. Na, hívjuk a naphallgatóját gyorsan. Ha mondja, hogy Morning Show övé az ajándékcsomag, aztán el is köszönünk. Miért van ilyen színed? Rohadjál meg, Csabi. Nem is tudtam, hogy így hívnak. Nem hiszem el, basszus. Színezem magam. Néha kimegyek a napra. Olyan. Milyen eredeti? Morning Show. Az bizony. Hello. Nem írtad alá, hogy hívnak. Ciao. Karesz. Karesz, hol hallgatsz minket? Hát jelenleg az autóban, most félreállok. De úgy egyébként merre laksz, akkor inkább úgy kérdezem. Merre, Monor. Monor, Karesz, hello. Monorról. Na, írtál nekünk SMS, te lettél a naphallgatója. Ugye volt egy cikk, ami alapján elindítottuk a témát, miszerint Finnországban ezentúl visszajár a koncert egy árából, ha nem voltunk elégedettek egy koncerttel. A kezdeményezést baromira szerettük, és üdvözöltük, hogy a finn fogyasztóvédők egyébként nagyon rendesek. És azt írtad nekünk, hogy ha a magyar foci is követni a finnek példáját, akkor ingyen járnánk meccsekre. Ezt mi szerettük, és ezzel te lettél a naphallgatója. Elmenni, megnéznék, majd visszakérnénk a jegyárát. Igen. Itt így van, sajnos az így működik. Bizony. És még meghívnálok minket egy sörre, meg egy csomagszotyira. Igen. Hát így van. Úgy megírni. Na, te vagy a naphallgatója, mit szólsz? Jó, köszönöm. Régóta szerettél volna lenni? Hát igazából nem pályáztam rá sose. Csak írtál egy SMS-t. Most ha felletél volna, vagy akkor azt mondtad, hogy persze, srácok, 1000 SMS-t küldtem, és annyira akartam, mint semmit a világ. De így korrekt. De nem, vagy SMS-t téged választottunk. Köszi, hogy minket hallgatsz, küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Én köszönöm. És hallgass meg a reklámblokkot, mert van még egy csomó ajándékot is. Jó, köszönöm. Sziasztok. Szia. Csáu. És ne örülj ennyire a kutyafára. Ne örülj ennyire. Nekünk kellemetlen. Igen, kutyafára, lebontod a házat. Köszi, csáu. Sziasztok! Szia! Hello, hello! Pa-pa-pa-pam! Néhúság, Csabi, kámra megzenik? Szerintem tudjátok, és már a hallgatók is tudják, hogy milyen mondat következik most. Folytatódik a Klassz Nyár 2015 sorozat Forma 1-es játékkal, tehát ma is megszerezhetik maguknak a hallgatók minden órában az esélyt, hogy ott legyenek másodmagukkal a Forma 1-es magyar. De várjál, most még csak esélyt szereznek, hogy majd ott legyenek, vagy most már belépőt szereznek? Belépőt, csak nem akartam kimondani ezt a szót. Ja, értem, tehát az jegyet, élményt. Az élményt, aha. Meg fogják szerezni. 3 napon keresztül ott lehetnek. Tehát aki nyer, minden órában egy hallgató, az ott lehet, persze, 3 napon keresztül. És vihet magával valakit. Az menő. Csabi. És ez nem csak a kívánság műsora, bocsánat, hanem a Klassz délutánban, a Pirosnál is. Nagyon klassz. Ez nagyon klassz, tényleg. Legyen az, hogy szerintem ugye rengetegen kérnek tőled nótát, különböző hallgatóink. Most legyen már egy olyan, hogy mondjuk a Morning Show nevében küldünk egy számot azoknak az embereknek, akiket nagyon-nagyon keményen érint ez a hőség. Mert hogy a munkájukat olyan körülmények között végzik, mert fűtők, mert pékek, mert aszfaltozók, mert a tetőn szigetelnek éppen egy háztetőt, stb. Jó? Lehet egy ilyet kérni? 10 után hív fel, és akkor elmondod, hogy kérsz egy dalt, jó? És állj be a sorba, tényleg egy sorszámot kis kicsit. Jogos, nincs mutyi, tessék fölhívni, beállni, kivárni, kettőkor sorra kerülsz. Legyen. Ne bábít ki, lehetessük a többi hallgatókat, akik pedig már telefonálni szeretnének. Van igazgatói engedélyünk a privatizálásra? Nem. Mondjuk nem, igazad van. Háló, tessék, kívánság műsor, na Bázi Csaba. Szia Csabi, Vadon Jani vagyok, és szeretnék kérni egy számot az aszfaltozóknak. És küldeném. Tessék, betelefonál. Szerencsét van, és adásba kerülsz, hogy elmondhatod ezt, jó? Jó, végül is így korrekt.
Na, Csabi jön a kívánság műsorán. És ráadásul, bocsánat, meg kérdezted, a Major Lazert hozom. A Major Lazer egy olyan DJ kő gyülekezete, van köztük trinidadi, van amerikai. Ráadásul csatlakozott hozzájuk a DJ Snake, aki francia, és énekes nőként Mo, aki viszont dán. Úgyhogy ez egy ilyen rettenetesen nagyon-nagyon nemzetközi produkció, és van egy közös daluk, a Lean On. Én nem hiszem, hogy valaki Major Lazer néven még Major Lazer a világon. Major Lazer. A színpadon Major Lazer. És a színpadon... Ne, hát ez valami vicc. Ez a nem. És jöjjön Major Lazer. Figyelj, én nem már ez a Kimi tudva volt a Rózsa Gyurinál, amikor bejött Major Lazer túrkevéről, és fénykardozott Árnyék Színházzal. Tehát, nem, hogy, én hogy? Ilyen nevet akarnék, tehát hogyha én is valamilyen előadó, én csak ilyet választanék, hogy mit tudom én, akkor én lennék mondjuk Magic Zafir. És a DJ Snake azért az is. Az sem, a DJ Snake az is nagyon jó. Zseniális, nem? Zseniális. Jó van. És a Major Lazer egyik DJ-je Gillionaire névre. Aha. Hallgat, Gillionaire. Atya Isten. Na jó. Oké, és a legjobb haverő Lion King. Igen, meghallgatjuk. Jó? De jó, a dal viszont nagyon jó. Igen, és fellép még velük Vágó István, vagyis Steve Carter. Na jó. Nagyon jó. 5 perc van pontosan, 10 óra, Csabi jön a kívánság műsor. Igen, és ott lesz a menedzserük, Money Maker. Holnap ketten vagytok, én nem vagyok, egy kicsit pihenek, de ti itt lesztek ketten Ferivel. Így van. Csomó vendég, minden lesz. Tartsuk a frontot. Tartjátok a frontot, én meg jövök pénteken. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.